Rádió egy születésnapi fesztivál június 21-én pénteken a Budapest Parkban. A színpadon Burak Yeter, Dinoro, a Stadium X, Billy William, Cookie, a Disco Sheet és a DJ Factory lemezlovasai. Ünnepelj te is velünk! Vásárold meg jegyed most a rádió1.hu oldalon. Hölgyeim és uraim, egyenesen a Rádió 1 stúdiójából 39 frekvencián élőben, élőben a magyar rádiózás királyai, a kegyetlenül kegyetlen kedenc Vadon Jani, a hatalmas kolbász töltő Rákóczi Feri, és a férfi, aki a végtelenbe és tovább is, Sebestyén is, Baller is, Ballesztinyó is, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsé! 6 óra után 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ne törekedjenek, vigyázzanak. Jó reggelt, igen, én vagyok. Köszönjük szépen. Hello Feri. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Nézd most, nézd meg megint. Hátul a renitensek, elől az eminensek. És nézd meg, ki van elől, érted? Ferenc már elől fűzi a tanárokat, hogy jobb jegy legyen névvég. Nem tévedsz, én a csajokat fűzöm, mert ők vannak elől, ti szoptátok be, mert hátra mentetek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és csak mondom, hogy a Videóinfo egy csatorna is velünk van, mert valaki elhozta Zoltánt, a mester, gyerekek. Igen, lélekben itt van velünk a mester. Két dimenzióban. Várjatok, mert leírta az angol szöveget is a fiatalember. Egy csururulom, vátörülm my this blow, ez van az egyik oldalon, a másik oldalon I'm be back, így van. Most na, valljuk be őszintén, Feri, mi így szoktunk becsekkolni. Tehát, ez mondjuk igaz, jó, ez a mi jelvünk, én értem. Igen. Gyerekek, hát honnan is kezdjük ezt a történetet? A legjobb az, amikor megérkeztünk reggel, látom Ferencet. Szevasztok, jó munkát! Ja, nem kukások, és nem megedulátok. Megláttam reggel Ferencet, mondom, hát foglalja a helyet, micsoda rendes férfi, majd balra aztán nézek. Aztán eljöttél, hogy ez a saját lakásod. Majd balra nézek, és sehol a busz. És így összenézünk, hogy Ferenc, tudsz-e valamit a buszról, sehol János, aztán kiderült, hogy hát ugye éjszaka garázsban parkoltunk, tehát nem ám úgy van, aha, hogy itt csak így a technikát hagyjuk megázni, és 60 előtt néhány perccel begördült ez a gyönyörű, piros csoda, tele lufikkal, kérem szépen, négy már ki is durrant, üresen, és most pedig már tele hallgatóval. Hát én egy utam afelé, a zebra felé, ami ott van a Deák téren, hogy átmenjek hozzátok, és akkor visszanéztem, és már láttam, hogy itt van a busz, mondom, akkor már nem fáradok át, nem nézem meg, pedig arra azért kíváncsi lettem volna, amikor megkapja a kerékbirincseket a kocsit, ami rossz helyen parkol. Nem parkol rossz helyen, nézd meg, az Ferenc foglalta. Így van, és még jegyet is vettünk, János, rendesek vagyunk, nyugi. Egy picit a rokkant bácsi guruljon hátrébb, nehogy meghúzza ott, azt. De most mondd meg, de hogy milyen szemetek a köszönetek? Megint kiszállok, átjövök, érted? Köszönöm, ja, köszönöm, nyitva van az ingem. Köszönök itt a rajogóknak, a buszozóknak, erre nem alán festenek megint egy ilyet. Hát komolyan mondom, az ember, hát ki se számára, és érted, azonnal alá festi. Gyerekek, van, aki lemaradt, mert hogy tele van a busz, az kell, hogy mondjuk, mindenki fölfért, az első turnus az úgy pont jól lett kiszámolva. Ott még azt a két turistát hozzátok. Ja, tényleg. Ők csak 10 euróért szállhatnak föl, őket szedjük le. Gyerekek, a busz megtelt, az a helyzet. Úgyhogy hát ez majd ilyen becsületességi alapon megy, hogy első felszállók azok majd forró búcsút vesznek tőlünk, leszállnak. Ahányan vannak a következő megállóban, annyian leszállnak. Ha nem, akkor ledobáljuk őket, ha nem, akkor jönnek a Valtonos Inkálos kollégák, és komolyabbra veszik a dolgot. Szóval, hogy ez ilyen becsületességi alapon megy, inkálos kollégák. Szóval becsületességi alapon megy, de hát nem számítottunk, hogy már most tele leszünk. Nagyon konkrétan alul fölül megtelve? Alul felül megtelve. Igen, megtelve, ezért is keresünk egy budit, nagyon gyorsan. Ja, igen, ja, a buszon nem lehet szállni, bocsánat. Ez nagyon fontos, hogy ezt kérte a sofőr úr, hogy ezt jelezzük. Jó, de igen, csak mondom azért, hogy célja van az ő jövetelüknek, mert én egy emberrel nem találkoztam, aki azt mondta, hogy nekem nem kell egy miattatok jöttem. Aha. Ja, jó, hát tudtuk, hogy azért ez, tudtuk, hogy azért ez. Hol vannak a jegytikikortok? Igen. Gyerekek, körbenézzük, megnyugodva látom. Ábel, köszönjél. Szia, Jani, jó reggelt! Szia! A következő megállónál az első felszállók innen hátulról majd tisztuljanak, és adják át a helyüket. Igen. Elindulhatunk, gyerekek? Így néz ki egy busz, így néz ki egy busz belülről. Igen, elindulhatunk. Nagyon jó. Gyerekek, hát induljunk el. Annyi, hogy nem szabad felállni, mert viszonylag alacsony hogy? Vannak a közlekedési lámpák. Ferenc, te veszélyben vagy, mert az első lombkoronát fogod lebontani a fejeddel. Az semmiképpen, nem. Egy szakadást fog okozni, Feri, a homlokával. Hoppá! Szabó úr! Úgy hívják a sofőrünket, hogy Szabó úr. Gyerekek, hát ez elképesztő. Jó az idő, süt a nap.
Igaz, hogy hát... Picit fázni picit fogsz így, de sok a köcsök, baj. De egyébként aha, ez ne, nincs ezzel. De jó a buli. De az alsó a buli jó, van. Tehát abszolút maján is. Annyit mondunk, drága hallgatóink, hogy ezek a lufik itt teljesen váratlanul elhagyják magukat, az igen. Felér egy szívinfarktussal, mert hogy a busz két oldalon végig fel van Rádió 1-es lufizva, az kidurran, attól ne ijedjetek meg, az baromi nagyot szól. Így van, jó? Az nem egy merénylet, ami a Róna utcában szerveződött Balázs ellen, hanem csak egyszerűen kidurrant egy lufi. Gyerekek, és már is fordulunk rá az első jobbosunkra, fura, mert indexeltünk. Hát ez egészen számomra. Hát neked egészen különleges érzés, ezt tudom. Tartsak egy ilyen röpke kis idegenvezetés mindig, hogy hol vagyunk. Mindenképpen. Jó, balra a Plazma központ mellett haladunk el, igen. Az Anubis Travel irodáját elhagyva, és indulunk egyenesen jobbra, ráadásul indulunk a Széchenyi Lánchíd felé. Azért reggel kellemesen lehet közlekedni, lehet, hogy lesz ebbe két kör. Hát konkrétan üres a város. Szerintem igen. Konkrétan üres a város. Ahogy beindul, akkor fogunk beragadni volt. Balra mit látunk, az Engelszájt. Balra az Engelszteret látjuk, innen indultak régen a buszok, ahol most a Frösch terasz van, így ott van. Pakolták a csomagokat, alul pedig ugye kiszálltak az utasok. Hát ez már a múlté, de innen kis Balázska indult még Pécsre a szüleivel, az Uránvárosi Páfrány utcába. Miért indultad? Minek mentél olyan, honnan? Mert a Trabant nem bírta ki a 3 órás utat azért. Olyan elköltöztél a Páfrányból, visszajártatok? Hát itt felraktak egy Mózes kosárba, ott meg apám levet. Olyan hát volt, mint egy cigány karaván, bejárta az egész országot, és mindenhol éltetek, mindenhol laktatok. Igen. Itt a buszon ti hallottok minket egyébként? Hallottok, tök jól, jó, jó, rendben van. Szerettünk volna mindenkinek fülest adni, hogy azon keresztül halljátok az adást, de aztán láttuk, hogy ez így is működik, úgyhogy nem kapjátok meg, mert hogy vissza kell adni 10 órakor, és az nagyon drága, úgyhogy ez nincs. Gyerekek, hát azért ez itt hűvöske, úgyhogy én meg vagyok ezzel a buszozással is. Ugye, hogy éppen, úgy vagyok, hogy egyébként igazából meg is vagyunk. Szóval ez is megvolt. Ajándékos dobozka mögötted, ha gondolod, vele kucorodhatsz. Szabó úr, ez egy rohadt nagy piros volt, csak mondom. Jelzem, hogy számomra ez a szín ismerős, de hogy azért azt hittem a hoppon-hoppon buszok egy kicsit szabályosabb a közlekedés. Feri, viszont tényleg ne állj fel, mert hogy effektíve az van, hogyha felállsz, akkor a közlekedés lába 20 centire van a fejedtől. Mert szemből Sándor Palota! Ott a főnök integet? Nem, még nem, alszik. Nem. Védi a börtön. Na gyerekek, és fordulunk rá a Lánchídra. Azt a mindenit, hát ez marha jó. Az éjszakai angyalok és hajtós lányok egyik. Hol? Fellegvárához érkezünk egy budapesti szórakozó helyhez jobbra. Állítólagosan tényleg? Itt megfordulnak. Itt nem, ez a Four Seasons, te hülyen, nem erre gondolok. Ja, azt nem tudom megfizetni. Nem, mondjuk téged se bíználak meg idegenvezetéssel. Hát tulajdonképpen a történelmi hagyományokról kevesebbet, viszont az éjszakában fellehető szórakozóhelyek és egyéb ott van. Az a baj, hogy van egy gyártás hibája az autójának, befelé sötétítettek az üvegek, és viszonylag keveset lát a városból. Ülések milyenek, gyerekek? Jó cuppogos műbőr? Kérdezi hogy a Szala. Sok paraszt ezt is teleszemetelte. Mire gondolsz? Mit? Ja, csak nem a teret. Ja. De nem baj. Szala, kérdezi, meg tudunk állni, szedni egy kicsit, mert már egészettem. Szala, nincsen műbőrülés egyébként, csak mondom. Igen, ez nem. Ezek a klasszikus nem. Ilyen pirosas. Ez hát valamikor piros. Valamikor pirosos, mert kifakult műbőrülések vannak egyébként, sightseeing, city sightseeing felirattal, de nincs műbőr. Na nézzük, van egy nyelve az oroszlánoknak. Igen. Ja, de nem arra megyünk. Lehet élesíteni a fasírozott a zsemjéket, így csak van. Kérdezem, ki hozott egy laza kis iskolateát, fasírozott a zsemlét? Van? Tényleg? Ne. Szalámis! Ó, gyerekek, itt a hölgy az na. Első sorban hozott Szala szalámis. Szala, téged is belekeverte. Megnézem, hogy fölállhatok-e, amíg ide jövök. Igen. Hello, baby. Ide mit hoztál? Mit hoztál? Szalámis, nem zsemle, kenyér. Szalámis, kenyér. Te gyúrtad reggel? Te csináltad a reggel? A kenyeret nem. Nem a kenyeret, a szendvicset. Igen, magát. Persze. Jó, van, sokat dumáldogassuk hátra. Na, se csak mi van benne. Szalámi, gyerekek, vastag sajt azért. Is van benne. Látom, hogy vastagon. Is van benne. Jóféle tömlős sajt, ahogy Zoli Bá is a mester ugye csinálja. Lányok mögötted volt. Van kávé. Kávénk is van. Van teja is. Hát, mibe hozta, termosz vagy? Az igen. Az a baj. Az a baj, gyerekek, hogy felszállóink vannak, de már nincs hely, tehát megtehetünk, aha, de még nem kell leszállnod. De van lent, még, sincs. Itt is van fönt három hely. Ja, van fönt három hely. Van fönt három, hely van, és gyerekek. Lent is van még egy pár. Lányok már megkapták a borítékot mellette? Nagyon kuncognak. Ez lányok még nem. Sajnos. Miért sajnos? Átlátszik. És mi volt benne? Volt off. Volt off. Jaj, hát akkor szállj le gyorsan.
Ó, a fene, itt hátul vigasztalás zajlik. Micsoda? Korda Gyurit szeretnék, volt jegyért énekelni. Igen? Most ez ugye egy érdekes dolog. Korda Gyurit, igen, mert hogy kereókisunk is lesz majd, igen. Aha. Aha. Hogy akkor most, aki volt off, az még énekel. Énekek mindent lehet. De lehet, egyébként de. De lehet, hogy a barátnő volt on, nem? Neked? És akkor páros jegy. Nekem rádió ajándékcsomag. Ó, lányok, hát ti ezt benéztétek egy hát picit. Hát igen, mert csak 9 után osszuk azokat. Ja. Igen, 9 aztán osszuk a nyertes borítékokat. Tényleg az van benne. Figyeljetek, lányok, igen? De... Neki is? És a párod? Mással járjál, nem szerencsés. Jó, nem baj, de 50 euróért tudunk azért napi egyet adni. Tehát itt hátul mele? A Jánosnál zajlik az értékesítés. Ez bármikor a sziget... szívesen egyébként, ne legyetek csalódottak. A Szigetirodának van egy hátsó kitelepülése, 50 igen. euróért egyébként közben adjuk a napi egyeket. Zsebbe. Igen, csajok, hát azért ezt mondtuk, hogy ez ilyen szerencse bizony, történet. Ők is már de ma halások. Off. Nem már. Micsoda? Szívesen éneklem a duót vele. Figyeljetek, nem, azt hittem, hogy menjetek oda az új felszállókhoz, és próbáljátok elcserélni a borítékot. Aha. Ők még nem tudják, igen, hogy szállnak ugye, föl, álljátok oda, hogy ti osztjátok a borítékot, és adjátok oda nekik az offokat, és az ővék megmarad és nektek. És gyertek vissza igen. Még egy körre. Jó, van valakinek on? Kinek van on? Ott van az első gólbelépő! Volt on vagy? Igen? Te jó. Ja, hogy már ez át is látszik. Jó reggelt, hello. Hogy hívnak? Csík Vivien. Vivien, hello. Szia Vivien, vad on. Kivel mész? És mindig on. Kit viszel magaddal? Igen. Ez egy igen. Jó, ez egy jó, 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 jó beosztás. Rajta akkor, drágám hello. Van egy 18-as karika, ez azt jelenti, igen. Hogy csak a fölött fogadsz be, vagy az a... Hogy van? Csak annyi, hogy elmúltam, szerencsére. Hát Isten értesse, csak most. Hát még március elején, úgyhogy. Március hát elején. Meg volt a sok buli. Volt nagy buli, 18? Azért ezt volt, meg kell ünnepelni. Volt, hát volt. Túl jó sikerült. Igen. Eltörted igen. A lábát? Komolyan? Hogy sikerült? Mit csinált? Elcsúsztam egy papucson. Egy kell. Veszélyes papucsot volt, érted? De ott megtámadta. A 18 az maradjon emlékezetes. Olyan jól sikerült, hogy... Emlékezetes volt. Hogy most sem erre a buszra akart felszállni, hanem a 15-ösre. Valójában igen. Csak még tart egy kicsit. Gyerekek, ott hagytunk valakit a megállóba, hogy visszafele megyünk? Igen. Csak kérdezem. Az a síron csúnya kisfiú. ott hagytuk, mert hogy megyünk visszafelé, most újra a Deák tér felé, nem baj. Oké, na jó van, az útvonalról annyit csak mondjuk egyébként, hogy igen, elindulunk majd a Bazilikától, aztán az Andrássy út, Hősök tere, most nem sorrendben mondom, nyilván Ferenciek tere, Várkert bazár, Széchenyi tér, Fővám tér, Nyugati pályaudvar, Batthyány tér. Nagyjából ezek a helyszínek, jó? Tehát ha valaki szeretne bennünket elkapni, akkor itt tud majd felszállni a buszra. És hát igen, azért ez ilyen becsületességi alapon megy, aki kibuszozta magát, és volt offot kapott, vagy volt ont, és már meg valamit szeretett volna, akkor a felszállók igen. Mennyiségének az függvényében kell majd azért becsületességi alapon leszállni, hogy a lányok is. Feri, vigyázz közlekedési lámpa! Már leszettem kettőt! Azért igen, az tényleg? Nem a már keresztbe. Azért az tényleg közel van. Gyerekek, szóval így buszoztok ti minden igen. Nap, így éltek? Hát nem aha. Így, mert az átlagbusz az nem nyitott például, de egyébként igen. Érdekes életérzés na. Egyébként. Hát amennyiben a Stelvio busz. Mert én igen. De sima közlekedésben nincs ilyen busz. Tehát, hogy csak ez a hopó-hopó megoldás van, nem? Sima közlekedésben sima BKK, nincs. BKK-ben nincs ilyen. Nincs, akkor van, hogyha elnéznek egy felüljárót és leviszi a tetejét. Igen. Na, gyorsan egy-két SMS, Jani, te állat. Webkamera lesz-e, kérdezi Szilvi. Hát úgy lesz, hogy majd csinálunk kis Facebook élőt, a Rádió igen. Egyre, Instagram, Storyt, mindenféle később dolgot. A helyszínelés. De élőt erről nem adunk igazából, az most nem. Azt mondja, hogy a villanyszerelő is bolton van, igen. A busz lenyúló lányok ott vannak? Ők a Ferencieken ja, szállnak igen, föl állítólag. Később várjuk őket. Igen, előtt egy éjjel-nappaliba alapoznak, azt a hírt kaptuk, és utána Ferencieken pattannak majd föl. Takarítani kell, mert ugye takarítanő volt a igen. Sofőr. De már spicces állapotban vannak a lányok, úgyhogy nem sokára készülünk, igen. Azt mondja, hogy gyerekek, egy zsemjét dobjatok le, itt vagyok a Deákon. Ja, annyi zsemjénk nincs. Hát nem adjuk meg egyébként is, nem zsemjénk van most egyelőre, kenyerünk van, de az új felszállók hozhatnak. Uh-huh. Azt mondja, hogy erről a buszos turnéről csak egy valami jut eszembe, a mesztelen vállathoz érjen a vállam. Milyen ez hogy megkívánja. Ez bikini. Tényleg, igen. Dani küldte nekünk. Nagyon aranyos. Oké, gyerekek, jól van. Nézd már, hogy nyámnyog a zsemjén Zsolt.
Reggel báránykáim, hallom, hogy elszaladt a tegnapi paci veletek, nem vagyok rátok büszke, ír a csapatos. Mi van? Nem én, mi tegnap mit csináltunk? Megtapsoltuk, velük? Hogy elment a mannára. Vagy amis most visszajött? Hát látod, ott hát egy nap elég a mannából. Már semmit nem ér a szavunk. Egyszer nem tudunk már senkiről üldözni ettől a rohadt rádiótól. Tényleg, már megkönnyebbültük. De a csapatos visszajött hozzá. Hát csak kalandozod egy kicsit, nincs ezzel baj. Oké, megyünk hírezni, reklámozni, jó? Aztán jövünk a Fekete-Fehér Igennemmel, helyszíni játékosunk lesz, úgyhogy nem kell senkinek jelentkezni. Mi pedig a Deák tér felé vettük az irányt, úgyhogy merre felé megyünk? A Deák tér felé vettük az irányt, ott vagyunk. Aha. Ez már a Deák tér. Milyen érdekes, ez mi? Érdekes. Ez az, de nem olyan régen. Jövünk mindjárt a hírek után, 6:30 van pontosan. 3:47 lesz pontosan 5 perc, és azon gondolkozom, hogy a buszos hallgatói már tényleg olyanok, mint egy család. Reggel köszönünk nekik, várnak minket a megállóba. Így van. Ha lehető legtermészetesebb mondom, fölülnek a buszra, és jönnek velünk. De már semmilyen meglepődés, vagy áhítat, tudod, mi is örülünk nekik, ők is, és aztán buszozunk együtt. Nagyon őszinte mosolyal, egészen addig a pillanatig, amíg meg nem látják a volt off feliratot a borítékban. Igen, hát van, akinek volt on, valakinek volt off van a borítékjában, és buszoznak, mintha ez a legtermészetesebb dolog lenne, megyünk együtt busszal. Milyen a buli lent, Feri? Óriási, látlak benneteket, zsiványok, mert fönn van ám kamera. De jó, wow, hello, Feri! Bizony, lehet integetni nekünk, itt vagyunk lent. Sok lent a köcsög? Sok, de a legnagyobb az már fölment rögtön az elején, Jani, ha érted, mire célzok. Figyelj, Feri, tényleg nincs ablak lent, mert hogy állítólag ott nagyon meleg van. Ott egy ilyen szaunaparti van. Persze, lent. Nem, itt bedeszkáztuk az ablakokat, hogy a lentiek ne lássanak semmit. Nincs szaunapark, veled ellentétben itt például nem fázik az sem, aki okosba eljött egy rövid ujjúba. Nagyon helyes, ugye? Nagyon jól tették. Mert te fölültél oda föntre. Itt nem már vannak új felszállóink, az előbbi állomáson cseréltünk. Volt 4 fiatal ember, akik, tehát fie, olyan megvető arcot még nem láttál, mint ami náluk volt. Ők tényleg a jegyért jöttek, tehát ez látszott rajtuk. Ugye nem nyert borítékot kaptak, és hát köszönés nélkül azt mondták, hogy ebből nekik elegük van. Hát ők nem tős hallgatók voltak. Le is szálltak. De én azt gondolom, minőségi csere van, mert hát 3 csaj jött, meg azt hiszem 2 férfi, igen, most már látom benne. Sose sajnáld őket, hogy én biztos mannások voltak. Itt is, ide, hogy ez itt is megtörtént, aki belenézett a borítékba, leszállná, csak a kollega elállja a lépcsőt lefele, úgyhogy nem tudják, hogy ez nagyon masszívan benézték egyébként, már a budavári siklóhoz érkeztünk meg ebben a pillanatban. Igen, hát a szerencse kell, hogy döntsön, hogy ki lesz ott a volton, ki nem, de még egyébként játék is lesz, amikor majd kereokizunk, úgyhogy azért nincs még veszve. Nagyon jól nevelt ez az alsó rész, Ferenc. Nagyon. Riadtan ülnek, és merednek előre? Vagy nem, mi itt is előkerült egy sonkás zsemje, szevasz életem, mi a keresztneved? Nyerd le! Már hogy... Feri, tényleg ennyire jó a buli lent? Mert akkor nem, megyünk. Akkor nem megyünk mi itt is. Csak Balázs van és Ábel. Igen, itt Zsú, itt például Zsú is van, ő eszik, saját gyártás? Nem, ez egy pogácsa. Ja, ne haragudj, már Feri bácsi öreg, Zsú, nem látja. Zsúnak a hangjában még nem igen. Hallottam a kitörő lelkesedést. De hogy nem nagyon ülök, csak 5:30-kor keltünk. Na, honnan jöttetek, lányok? Honnan jöttetek? Pécerről. És mi volt a borítékban, csajok? Azt mondjátok el, benéztétek? Még nem volt szabad kinyitni. Édesem, te nem tudod, hogy átlátszó. Szomorúak vagyunk, mert láttuk, hogy egy off van odaírva, sajnos. Gyerekek, adunk valakinek volt onos borítékot? Ki az, akinek van belépője? Itt elől is jelentkeznek azért, jó van, néhányoknak van. Itt a férfi, akinek van. Szia, hogy hívnak? Márk. Márk, akkor te 2 személyes belépővel vagy gazdagabb, eladod a vaterán, vagy mész. Akkor ez szerintem megyek. Szerintem megyek. Nyilván megyek. Nyilván megy. Ő akkor jön. Látod? Nagyon, nagyon helyes. Nagyon úgyhogy helyes. Nálunk van egy pár, aki már nyert, a többiek meg reménykednek, hogy még tudnak majd karaokizni, vagy jó fejek leszünk. Basszus! Na mi van, basszus? Na, megjön. Végre be tudtál jelentkezni a Facebook? Nem, utalt az RTL. De Istenem! Nem, baromi jó, ahogy itt pörgünk. Gyerekek, gyönyörű fotókat lehet csinálni. Ugye? Annyira szép a Lánchíd. Ez a Lánchíd, ugye? Azaz. Hogy valami elképesztő, hogy a reggeli napfényben, hogy kelünk föl, és most a 3. forduljuk a Clark Ádám téren, van egy kis zavar előtt? Nem, hanem figyelj, a sofőrünk azt mondta, hogy csinál egy ilyet, mert tök biztos jó, mindenki ez szeretné. Ez nagyon jó, tök jó. Jó reggelt, Szabó úr, maga beszélhet? Egy kicsit beszéltek, igen. Ezt mindenkivel megcsinálja? Nem. Ez extra kör. Ez extra. Ez mint a Dodge-ben, kiszállás nincs, extra menet. Ez az extra menet. Dodge-ezünk egy kicsit. A 4. kör tesszük a Clark Ádám téren. Igen, nem érdekes, a lányok lenn lassan sugárba hánynak. Menjünk ennek még. A helynek a tetején van egy skybar, elmondom. Nem mondod. Isteni a pia, gyerekek.
Igen. Majd Viktoriával. Hát nézd, nem a te pénztárcád. Születésnapos bácsi kisgyerekkel a teraszon. Ja, igen. Jó napot, főnök úr, jó napot. Nem a te pénztárcád, János, nem ide, nem be. Nem, az mi nem, tehát itt konkrétan két koktél annyi, amennyiből ti karácsonyoztok. Nem, mondd már. Igen. Csak viszont... 800 forint. Igen, viszont nagyon jó a Skybarja, mert olyan perspektívából látott Budapestet, hogy az nagyon szép. Remélem, hogy megvan a foglalásunk akkor hétvégére. Ezt most, hogy sikerült elmondanom. És az ingyen pia. Élőzünk, László, élőzünk? A Facebook oldalamon tesszük mindezt? Miért nem? Ha nem? Hát most ezt komolyan. Bocsánat, csak hagyd kérdezz meg, hogy a piros alapon a fehér csík keresztben mit jelent? Én utoljára úgy tanultam, hogy azért behajt egy piros, de Szabó urat ez elől egyáltalán nem zavarja, és feltapadt egy bevásárló kosaras néni a szélvédőre, de bekapcsoltuk a dohányboltot. Azt tudom leolvasni a szájra, hogy volt on. Igen. Na, csak hogy merre megyünk egyébként, ugye hasítunk a Batthyány tér felé, mondjuk azoknak, akik egyébként szeretnének fotót csinálni a buszról, és szépen kisütött a nap is, gyerekek. Komolyan mondom, szerencsénk van, de azért a kitelepülés után megérdemeljük a napsütést. Szóval azért volt részünk rossz időből. Volt, ahogy ugye stílusosan mondjam. Ó, milyen közel van ez a kis terasz. Igen. Hát jó is a Ferenc, hogy igen, nem vagy, mert már négyszer vágták volna a fejét. Igen, már a második megszólalásnál itt egy fej nélküli torzó ülne velünk. De figyelj, a lámpa alatti rész, tehát hogyha a lámpa alatt van egy, mit tudom én, egy kötelező haladás iránytábla, vagy bármi, amit a lámpák alá szerellek, azt a Feri konkrétan eléri. Tehát, hogy nem véletlen kell mindenkinek ülni. Szedjek neked cseresznyét. Mert hogy ez tényleg közel van. Van a játékosunk, Ferenc? Ha akarod, akkor van. Mit játszunk, fekete-fehér, igen, nemet? Nézem, hogy ki az, aki szeretne játszani. Zsunak a barátnője. Mi a keresztneved? Edina. Edina fog játszani velünk, jó? Edina nagyon szimpatikus, kedves lány. Egy kicsit mérges, mert nem kapott volt belépőt. Voltál már ott? Igen, voltam. És azért voltam a Volton, és mennék nagyon. Kit néznél meg? A Slipknotot. Ó! Na, végre valaki. Igen, ők kik? Muszáj volna tudnom, hogy kik ezek az urak, segítsetek. Idén sajnos nem lesz Elton John koncert Magyarországon, ezért Balázs kicsit csalódott. Micsoda, viszont a film állítólag óriási. Igen, mondják. Óriási a film. Mondják, és nem finomkodik. Nem finomkodik, mint a Queen. A Queen film, hanem megmutatja Elton árnyékos oldalát, és hát Eltonnak... Milyen szépen fogalmazott? Árnyékosabb, sötétebb, picit, igen, hát picit másabb oldalát is megmutatja Eltonnak, de nagyon jó az Elton film. Oké, kivel játszanál? Veled. Ja, várjál, mert azt a... Tehát veled, majd rám nézett, akkor az én hát te vagy vagyok. Ott, hát azt te vagy én ott. Nem, azt nem mondd már, érted? Háromunk közül én tudom, ki az a Corey Taylor, és veled akar játszani. Hát tudod, hogy van ez a zenei ízlés, meg a... Na mindegy. Jézusom, egy metal zenekar frontemberének az a beceneve, hogy Kori. Kori. Nem, hát ez a Kori neve. És beceneve, hogy Kori. Nem, mert szeret korcsolyázni. Kori, moha és vitamin? Vagy itt a Happy Gang? Mi az Isten ez? Nézzétek meg, milyen szép a Batthyányi tér egyébként. Megérkeztünk. Így van, másik irány. Ja, bocsánat. A férfi, aki eddig semmit nem talált el a városban. Ez egy nagyon jó kávézó volt régen. Most már talán egy kicsit megkopott. Oké, Feri, indulhatunk? Hát tőlem nyugodtan. Felőlem is. Úgy, de maga biztos. 3, 2, 1, fire! Na, mi lesz most, hogy a belépőd rosszat tartalmazott? Hát megpróbálok játszani, és hát ha nyerek. Azt gondolod, hogy itt ebben a játékban most nyerhetsz? Azt gondolom, persze. Kivel mész? Zsú barátnőmmel mennék, igen. Nincs pasid? Még nem kezdődött, igen. De már egy perce játszunk szívem. Édesem, miatt várjál, hogy ő nem hallotta 3-2-1-et? Nem hallottam. Jaj, hagyjad már, Edina. Itt hallotta lenn mindenki, mert én nem hallottam. Ugye? Aki igen mond, kap egy belépőt. Nézd meg, hogy igen. Gyerekek, csak mondom, hogy a kolléganőnk leszállt a buszról, tud valamit, vagy ez egy műszaki hiba? Ő bement jelezni a palacsintázóba. Nem, rokon viszi a boltot. Ja, tudom, hát akkor. Hozz nekünk kávét, játsszuk újra? Játsszuk újra. Jó, addig csinálunk egy gyilázást. János, tudsz egy kicsit hangosabban visszaszámolni, hogy hallja a hölgy ott lenn? Igen, hangosabban kérni. Aha, nyilván én voltam a hibás. Hát, hogy tudod megint elrontani? Feri, mozgass meg a mutatójadat, hogy tudja, hogy játékban van. Figyelj. Jó? 3-2-1, Jani. 3, 2, 1, fire! Mehet. Ez már a játék, így ez okay? Már a játék, teljesen rendben van. Rendben van. Pasid, van? Van. Akarsz egyet? Olyan bizonytalan vagy. Van, persze. Szereted? Igen. Köszönjük szépen. Na. Én már a harmadikat nem nyomnám végig, azért. Itt Edina, mi a helyzet?
Már csak elől tudtok igen beülni, két lány felszállónk van közel. Mi történt Edinával? Edina elvesztette a fonalat, ennél elérzékenyült a szentemért. Szemembe sütött a nap. Ha azért nem tud beszélni, illetve tudsz csak többet, mint amit kellett igen, volna. Igen, a szeretet kérdésre elgondolkodott, hogy ébren van-e már a párja. Igen, mit mondjak, igen vagy nem. Jó, Edina, azért van ajándékcsomag, mert mi rendesek vagyunk, jó? Puszi Edina, köszönjük Brandon szépen. Hello, hello. Ja. Srácok, mikor értek a nyugatihoz? Pont arra megyek, de nem kerülnék nagyot máshova. Megnézzélek titeket élőben. Hát ez egy jó kérdés, szerintem ilyen 4-8 körül majd. Most itt vagyunk a Battyányi téren, áldogálunk. Hát megyünk majd, de nem sietjük el. Ott van a lista. Milyen lista? A bevásárló lista, hogy a csarnak. Nem a... Ja, az úti, de jó néztek ki oldalról. Itt vagyok, Jani, jobbra. Leszálltál te is? Nekem elegem, elég volt ez az egy kör. Jó, úgyhogy várjatok meg itt, vagy gyertek, visszaértem. Le, mert most van egy kis pihenünk, beszerezzük a kávékat és ilyeneket. Figyelj, marha jól néz ki a busz feldíszítve, az oldán nyertek Barázsékkal a Telekom Volt Fesztivál belépődet, ott mosolygunk rajta, fönn a népek, boldogan integetnek, mondom, integetnek. Írják is nagyon sokan, hogy nagyon jó ez a vogavadászat. Régi szép emlékek. Nézelőttök, de Szent Sebestyén bazsilikát látta már valaki? Már belenéztünk, betekintettünk oda. Figyeljetek, visszatérve egyébként az előző nyugatisra, hát az még picit odébb van, mert Szent Gellért tér, igen, és Fővám tér, igen, Andrássy út, Hősök tér, és utána a nyugati. Tehát most gyakorlatilag nekünk visszafele kellene mennünk. Jó, hát figyelj, majd amikor érünk a nyugatihoz, akkor jól ismerem érünk a várost. Olyan, hát leszünk, jól. Olyan leszünk, mint a MÁV. Megjövünk, ha megjövünk. Hát ez most nem tudjuk, hogy mikor érünk igen a nyugatira. De itt reméljük, nem jön majd egy alvállalkozótól egy másik buszvezető, akivel majd Szabó úr összeverekszik, hogy... Gyerekek, annyit mondjatok, hogy Szabó úr még a buszon van, mert akkor én megnyugszom. Ha ő is leszállt, akkor mondom, már kezdek izgulni. Leszállt, csajozik, nézelődik. Elengedte. Szabó úr is elengedte a dolgot. Én látok most kijönni valakit a buxusból, a lábát rázva. Igen, Szabornak volt egy egészségügyi megállója, de ő a buszvezető, úgyhogy neki ezt megbocsánat. Tényleg, egyébként. Tényleg kérdezem, hogy hol a pisi hely? Ez most az volt egyébként. Ja, ez a túl vagyunk rajta, ott jó. A foldból úgy látom, ahogy hogy... nekem már bement. Ez egyébként az volt, igen. Oké, Bali, mindent értek, de ezt az inget hogy kérdezi valaki? Gyerekek, mondom, hogy otthon alszik a két gyerek, sötétbe öltözöm. Hát néha a Viki részéhez megyek, nem tudok ezzel mit csinálni. Hát most így sikerült egyébként. Illetve ezt még anyám hozta, ezt az abroszt, ami rajtam van tavaly karácsonyra. Ez egy megsértődik, ha időnként nem veszed fel egy kitelepülésre. Igen. Bérletet mikor kell felmutatni? Ferencieken szálltam fel, de ellenőr sehol, kérdezi egy hallgató, aki volt Ferenciek? Meg volt Ferenciek, volt. Ki akarja a bérletét ellenőriztetni? Írta nekünk, Dani írta, hogy nem kell felmutatni a bérletet. Megtalálta Dani? Megvan, itt vagyok Daninál. Nagyon helyes. Bocsánat. Elnézést, itt megvan. Szevasz, Dani. Sziasztok. Tényleg itt van a kezében, és mutatja nekem. Ez sajnos a múlt havi, úgyhogy viszontlátásra. Igen. A hős napig érvényes. Az jó, hát ja, az akkor, hát akkor az szakaszjegy. Szakaszjegyet elfogadunk egyébként. A Hős utcai megálló hánykor lesz, kérdezi? 4:10 körül érünk a Hős utcára, ott van egy 3 perces kitérő. Én megyek ma arra, ne kóstolgassuk őket. Tényleg van arra dolgod? Tényleg. Igen? Mondtad, hogy lakást kerestek ott arra felé? Nem eladjuk a régi, mert már most már 80-an laknak benne. Jó, de lakunkkal együtt adod. És csak egy fizet albérletet. Azért ez egy jó befektetés, igen. Egy sebes eső kapjon el titeket, írja egy hallgató. Hát az a helyzet, gyerekek, hogy Miskolcon szakad az eső, úgyhogy akkor óriási szerencsék van. De most valahogy nem tudom őket sajnálni ebben a szikrázó 27 fokos napsütésben, ami itt van Budapesten. Mm-hmm. Most egy kicsit szívjon Miskolc. Tehát nem, most legyenek ők a kiválasztottak. A múltkor Szegeden na esett, a túlnél nálunk esett. Megint töltött magának egy pohár vizet, mert csuklik, mint az állat. Igen. Ábel ott van-e még, kérdezik, micsoda? Hát gyerekek! Le se szállt. Befészkelte magát ide hozzánk, és itt van. És oda látolta magát a korláthoz. Igen, egy bilincsel tudod, úgyhogy csak erővágóval lehet majd elvágni. Itt van Ábel egyébként, itt ül. Mikor értek ide Sopronba? Most készítettem friss fasírtott szendvicseket a számotokra. Csabi kérdezi. Hosszú lesz, de megyünk. Megyünk egyébként, igen, igen, igen. Jani majd körbejár és mondogatja, legyetek bérletekek? Legyetek bélbetegek, ezt Vicse küldte nekünk. Oké, na, gyerekek, menjünk el akkor hírezni, reklámozni, aztán jövünk és lehet, hogy lejátsszuk az első karaoke-t. A páros bérletért, de hogy az ráadásul az... Az egész hetes bérlet, ugye? Vagy hát heti belépő. Mindent meg lehet vele nézni. Igen, és páros. Tehát az konkrétan, igen, most keresek egy szót, ember, ami nem jut eszembe, de nem, ez nem tudom elmondani, hogy melyiket, mert nem jut eszembe. Segítenénk. Hol egy budi. Sziasztok, csajok, jönnétek velünk? Honnan sejtettétek, hogy itt vagyunk? Hát mi önöket.
Hallod ezt, hogy milyen ügyes? Hallgatott bennünket fülesen, és üldözte a buszt, és az a baj, hogy már csak Jani ölébe van hely, de... Igen, néztem, hogy pontosan hol vagytok. Az a baj, mondom, hogy Jani ölébe van hely, de ha attól fél, nagyon fickos, nagyon hepeupás, mert Jani ölében van hely, szemkontaktus láttam az egyik hostess lányjal, és most nagyon hepeupássá vált. Azt mondták, hogy akkor külön vállalják, és szívesen fölnek, nem van még. Igen, külön-külön. Len, nem tudom, hogy állunk. Van még pont két helyünk, a francokat kettő, még van négy helyünk le. Gyerekek, nagyon jól matekozunk. Feri, ez az olvasós szemüveged, viszonylag rosszul számolsz. Nem tudod, csak én, tehát nem ülök egy helyen, mint te, hanem hogy úgy mozgok. Én nem merek elmozdulni, mert egyel előttem Ábel van. És tudod, hogy ez, és magához ez potenciális veszélyfaktor. Úgyhogy van még helyünk, húzzatok borítékot, ha szerencsétek van, mindjárt jönnek a csajok, ha szerencsétek van, akkor már benne. De vártam, hogy ezt elsütessem. Húzzunk egyet. Nem is volt rossz. Na, mit húztak a lányok? Hát egy hút nyilván. Figye, nem tudjuk egyelőre. De az nem baj, húzzanak, mert akkor, ha nem nyernek, lehet egyből le is szállnak. És akkor mi egy ilyen hallgatóbarát módon itt ventiláljuk, és forgatjuk a közönséget. Na? Nyertem! Mondjuk, ahogy te örülsz, nem örülünk. Senki van. Nyertek egy, is a csajok, az egyik tényleg? Egy volt on, a másik az pedig egy volt... Volt fesztivál póló. Oh, nagyon jó. Olyan rossz. Milyen mászisták a lányok? Igen, nem is kell felszállni a buszra. Már mehetnek két így. Személyes a belépő, úgyhogy tudtok menni együtt. Vagy mást viszel? Nem, Evelint viszel. Jó van, Evelint. Jöttök azért egy kört, vagy a franc érdekli? Nem, azt mondták, hogy mégis akarnak utazni, akkor mehettek föl, jó? Jól van. Számold majd a létszámot, hogy meglegyünk. Itt fölül teltházban vagyunk. Abszolút. Oké, gyerekek, elmegyünk hírezni, reklámozni, jó? Aztán jövünk vissza, 4 perc, a pontosan 7 óra. Az útvonalunk pedig szerintem az Árpád híd irányában hasítunk majd tovább. Hát, de mondjuk majd. Igazából mondjuk majd. Nem. Na azért mondom, hogy szerintem. Hát ne. Az még nem teljesen ugyanaz mert jelenti, hogy a térképen van. Hát a lista alapján a Szentgelér tér irányában. Azért mondom, mennénk, hogy megyünk majd. Hát véjag, föld, gömböljünk. Elindulunk valamerre, és biztos ott lesz majd az Árpád híd. Jövünk mindjárt a hírek után. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra, már nagyon régen elmúlt, 7 óra után 11 perccel itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, hello! Jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk a buszon, buszozunk, minden nagy család. Ferenc pedig az emeletes busz elején valahol. Na most vagyok eminens, most, ugye? Most beeminensültél. Igen, de szerintem te is szeretnél eminensülni, hogyha tudnád, hogy kik között ülök, úgyhogy... Na hol vagy? Nem látom már el odáig. Mit csinálsz? Bizony, bizonyám. Kedves nyugdíjasok. Igen, ők vannak hátul veled, János. Két gyönyörű nő közé ékelődtem be, és kiderült, hogy nekünk van nexusunk, de nem csak nekünk, hanem nektek is, mert ő Eszter, aki Pécsen kézi vezérléses sportszívót nyert. A becsárját, mit én éreztem, hogy valahonnan ismerős. Hello Eszter! Eszter, nagyon brutálisan megnézték a videót egyébként. Az oldalunkon. Ja, igen. Több bejelezték, hogy mindenhol ott vagyok. Igen. Milyen a porszívó? Kipróbáltad? Jó? Jó a porszívó? Ja, nagyon-nagyon jó, igen. Hát a markolett vezérlés az egyébként is közel áll hozzám, úgyhogy... Nagyon sokat gyakorolja a markolett vezérlés. Azt János is nagyon jól ismeri a markolett vezérlést, tehát az egy meg jól működő dolog. És picit okos is vagyok. Kapott borítékot, Eszterünk? Hogy kapott állunk? Borítékot, mi volt benne? Nem meri még kinyitni. Bontsuk ki! Minden borítékot, gyerekek, bontsatok ki nyugodtan. Aki még nem látta, hogy mi van benne. Mindenki nyugodtan, bontson. Mert ha a nap felé tartod, na? Azért a boríték átlátszó. Mi van, Eszter? Megyünk, Eszter, vagy nem megyünk? Egy volt fesztivál póló van rajta. Nem ilyen fehér. Azt mondod, remélet, hogy fehér? Igen, mert akkor megyek benne strandra, vagy ilyesmi. Nincs is annál jobb, mint amikor az ember páros belépőkért jön, és pólót kap. És kap egy XXL-es férfi pólót. De figyelj, Eszter egyenesen Pécsről, ezért? Pécsről jött hozzánk, ezért? Nem, itt lakom Budapesten. Akkor mit kerestél Pécsen? Hát onnan származom. Ja! És akkor otthon voltam. És azóta elszármaztál ide? Felszármaztam én ide egy évvel ezelőtt, úgyhogy... Na, egy felkapaszkodott. Itt is itt vagyok. Na, egy felkapaszkodott vidéki. Jól van, gyerekek, ezzel puszilunk, akkor érez jól magad. Jó, ne aggódjál, hogy nincs sofőrünk, jó? Összeszedni a kakit. Ezen a szinten, ha valaki meg van rémülve, ne legyen, lent van a sofőr. Ki nyer, gyerekek, kezeket föl, hogy állunk a volt jegyekkel. Oda nézzetek! Na, de mit nyer valaki? Várjál, mert itt senki nem nyert semmit. A hostess lányaik alapból nyernek? Hol? Mit nyertél? Egy páros belépőt. Ott van egy páros belépőt. Jól csináltad. Csajjal még? Bárkit vesztegettél. Természetesen. Még nem tudom kivel, de csajjal. Jól van. Megyek tovább gyorsan, akkor kinek van még itt? Fesztiválpóló van, Rádió 1 ajándékcsomag, volt off, Rádió 1 ajándékcsomag, volton.
fesztivál pulóver. Itt van még egy férfi, hello. Sziasztok. Hello, jó reggelt. Mit néznél meg a Volton, vagy kit nézél meg? Kordra Gyuri bácsi. A Slipknotot. Slipknotot. Melyik nap van a Slipknot? Mindenki metálos. Mindenki a metára menne. Jól van, majd úgy intézzük, hogy aznap legyetek akkor bent a belépővel. Jó? Jó, egy másik napra szól, de mindegy. Olyan cuki vagy, ahogy így próbálod lehúzni magad félszal. Nagyon, mert ráadásul ugye nem hátra, vagy nem előrefelé nézek, hanem hátra. És jönnek ezek a táblák azért viszonylag közel, mert Ferenc meg húzza le magát tök joggal egyébként, mert hogy a lámpák alatti eligazító táblák, azok tényleg viszonylag közel vannak. Jó, meg hát most értem. Nem lenne jó elvesztenéd a fejed, Ferenc. Nem sokra használom, na, de mégis érted, azért csak legyen valami. Na, szépen, Bori. Jaj, hát itt is jegyes. Mit kaptunk? Csomagos. Neked is ez a Slipknot a kedvenced? Nem. Ha nem? Én a magyar előadókat szeretem, de a Black Eyed Peas-t azt nagyon, úgyhogy oda szeretnék. És ne felejtsük el egyébként, hogy az a számból vetted ki a szavat. Igen. Ahhoz énekelni kell, nem? Igen. Van énekel, karaoke-zni kell. Egy jó kis karaoke. Black Eyed Peas dalt. Megoldjuk. Rajta. Ez a jó, megoldjuk, igen. I got a feeling. Tök jó, ez tök jó. Megvan. Második sor? Ennyit, de hogyha de a karaoke a szöveg alapján van, oda ki van vetítve, a szöveg úgy megy. Egyébként igaz. Igen, ez a lényege. Figyeljetek, hogy van az, hogy buszozunk, már megyünk egy ide, és sehol nem került elő valamilyen ital. Ez hogy történik ez? Hát minden normális buszúton, nem? Valakinek előkerül, igen, valami házi, üveg. Apám csinálta. Kivéve a 8 Expressen reggel, ha bár egyébként szoktam látni, hogy azért ott is trinkelnek. Anyám küldte, a nagybátyám csinálta, ezt meg kell kóstolnom. Hát ezek a mondatok, elhangzanak egy buszos úton. És mindig ott van, hogy ilyet még nem ittál, és tényleg nem ilyen szart, még soha. De már vak vagy, mire kiérsz a külvárosba, tudod, mert egy komolyabb buszos úton már paralia. Nem, ez még csak vecsés. Na, gyerekek, viszont egy-két dolgot helyre kell tennünk, mert írtekünk a Huawei, képzeljétek el. Azt a videóságot megtisztelő. A következő szólná hozzá a műsorhoz. Újabb barátok, már látom, lesz még egy levél. Sérelmeznek bizonyos dolgokat, amiket egyébként a műsorban elmondtunk, illetve a szakértő elmondott. Feri, kérj elnézést. Bocsánat, kedves Huawei. Nagyon jó a kamerájuk, én magam is. Rohadt jó telefonokat csinálnak. Én egyébként, hogyha nem Samsungos, szóval egyértelműen... Én hajlandó vagyok váltani. Egy kisebb, illetve egy nagyobb összegért. Így van, hát nyilván van egy tételezése, de ha ez önöknek segítség, akkor én vállalom a márkát. Ugye elhangzott szakértőnk szájából, hogy hogyan okoz esetleg piaci károkat a Huawei. Szeretné a Huawei megjegyezni, hogy sem törvénytelen, sem törvényes eszközökkel nem okozott semmilyen kárt. Köszönjük szépen, hogy egyébként ezt elmondták nekünk. Jobbról kőomlás veszély. Ami nagyon fontos, hogy nyilván azért nincsenek tőzsdén, nem azért, mert hogy nem átláthatóak a pénzügyeid, mert hogy egy nyugati könyvvizsgáló csoport évente auditálja őket, úgyhogy nem igaz, hogy azért nincsenek tőzsdén, mert elrejtik a bevételeket, vagy azért, mert nem ellenőrizhető a pénzügyi tevékenység. És nyilván ebben kimutatható a kínai kormánytól felvett hitel, amit mi ugye kölcsönként ábrázoltunk. Illetve a fizetett kamatok és támogatások mértéke. Nézem még... Ne rocs már, kérlek szépen, mert most... Ebből még egy levél lesz. Alig tudtuk ki. Azt mondja... Főleg a vége volt, ami nagyon megrázott. Mandarinban jó vagyok, gyerekek. Mandarinban jó vagyok. Azt mondják, hogy a Huawei technológia egyébként beperelte az Egyesült Államokat alaptalan, bizonyítatlan vádaskodásért, és hogy ők nem torzítják a piaci versenyt semmilyen szinten, ezért már az Egyesült Államokat is beperelték, mert ugye szakértőnktől és egyébként elhangzott, hogy a kínai kormánynak esetleg ők kémkednek, de ezt a Huawei és szeretné. És az apró betűs mocskos Trump! Mocskos Trump! Igen. Kínában valóban működnek pártbizottságok, azt mondják, tehát ebben a szakértő egyébként jót mondott, aha, de hogy ez minden egyes vállalatnál működik, beleértve a Kínában működő nyugati multinacionális cégeket is, mint például az Ericssont, az Apple-t, vagy minden más. Így van. Úgyhogy ezt is fontos megjegyezni. Náluk is működnek, csak nem így hívják már. És akkor itt van még valami a végén. Igen? De szépen olvasod, de folyékonyan. Mondjátok meg a kicsinek. Tovább az a gésagolyok használt utasítása. És üzenik még, hogy mondjátok meg a kicsinek, hogy itt egy kungpau csirkére várnak a keleti mellett egy kínai étteremben szintén, amit én szintén ők üzemeltetnek. És ne hűljön ki, mint a múltkor. És tudják, hogy nagyon szereted a mogyorós rizst, úgyhogy van az is.
Tóth Fanni, Account Manager írta. Aha. Jó, kíván sok sikert a további együttműködéshez. Ugye az is benne volt. Hogy szék, hogy a kottin? Jó, úgyhogy tulajdonképpen ennyit kellett elmondani, és nagyon szépen köszönjük a Huawei-nek. Egyrészt nyilván az elküldött telefonokat, amivel rávettek bennünket erre a megszólásra. Kettő, hogy nagyon megtiszteltető, hogy a Huawei... Neked nem, mert sokat mondott, hogy Samsung. Nem kaptad, mert rohadt sokat Samsungozol, úgyhogy ki vagy... Meg nem küldenek mostanában semmit. Mi Ferencnek nagyon örülünk, és nagyon megtisztelő, hogy bennünket hallgatnak, és természetesen, ha lesz, akkor Huawei-es hírünk, akkor őket is megszólaltatjuk legközelebb, így hogy van. Ne csak a Trump-féle promóban. Mocskos Trump. Trump kapja lehetőséget. Oké, köszönjük szépen. Ebben a pillanatban, gyerekek, hoppá! Itt vesztettem el a szüzességemet, el kell, hogy mondjam nektek, a Gellért szálló gőzfürdőjében. Ja, nem ezen a széken. Vagy a hídon. Azt hittem, hogy ez pisi. Emlékezetes élmény. Nekem egy 53 éves leszázélkolt bácsi a gőzben vette el a Gellért fürdőben a szüzességemet. Úgyhogy itt vagyunk a Gellért téren, itt nincs megálló. Itt van a proli jacuzzi. Lemegyünk? Tényleg, itt a Dunában itt folyik ki a melegvíz, és ott szoktak. Itt, igen, itt, mert úgy itt jön a Gellértből maga a melegvíz, ahova be lehet ülni egyébként. Ritkában romlik el, mint a tietek. Gellért téren vagyunk, gyerekek, de hogy azért milyen szép ebből a perspektívából a város, és hogy milyen jó egy kicsit magasabbról rálátni, nagyon, nagyon klassz az egész, szikrázó napsütés, úgyhogy a miskolciaknak csak annyit... Szóval ezt látja Feri minden nap. Így van. Igen, ez a te perspektívád, Ferenc. Figyelj, viszont tudunk egy olyan képet csinálni, hogy hozzáérsz a közlekedési lámpához, Feri, mert oda beáll a mi kis sofőrünk. Hát drága, óriási lesz, ahogy a felső vezetékhez. Ja, és Léci, legyél troli. Nem, videót csináljuk, hogy fölállok, érted, és a fa elvisz. Aha. Nem, jó, ahogy megráz az ipari áram a troli. Ez így van, a képcímek földelés. Na, mi helyzet a kereokival, gyerekek? Kereokizunk egyet? Most akarsz, vagy a következő fél órában? Legyen a következő fél órában, ugye mondtuk, ami drága buszozóinknak, akik ugye hát nagyon sokan vannak itt a Hopon-Hopof járatunkon, hogy mi majd kereoki versenyt tartunk, ami azt jelenti, hogy ha valaki legyőzi a másikat karaokiban, akkor ráadásul páros bérletet kap. Tehát nem is napi jegyet, hanem bérletet. János, a bérlethez akarsz hozzászólni, ebben te vagy a rutinos, hogy? Hiszen visszamenőleg 10 évig minden szelvényed megvan elrakva a farzsebedben. Természetesen, még át, ha jön egy ellenőrzés. Sose lehet tudni, hogy esetleg a BKK lecsapnak rám. Igen, jó, de fesztiválon még sose volt. Jánosnak a 88-as úttörőtáboros fogaskerekű jegye is megvan igazából a Schwab-hegyre, amivel mentek az úttörőtáborban. De hát dokumentálni kell ezeket. Ezeket el kell rakni, nem? Hát nehogy Spurhegyre. Igen. Mit kaptál, Ferenc? Nem kaptam. Egy kedves hölgynek van egy zsiráfja. Nagyon helyes. Ami reggel óta nála van. Minek hozol egy zsiráfot? Ő egy fesztivállat. Aha! Meg is álltunk mindannyian, fesztivállat. Kevinnek hívják, és amikor fesztiválra megyek, jön velem mindig. Ne csináld! Ilyen magányos vagy? Igen, úgyhogy muszáj egy társ, egyedül rossz fesztivál. Nem egyébként társasággal járok fesztiválozni, de mindig ott van ő is. De ez tök menő, és hányadik fesztiválod lesz, amivel Kevin ott van? Sokadik. Komolyan? De tudok fotókat mutatni majd, ha érdekel. És viszed magaddal, és ott van a koncerten, és jön veled. Igen, az első sorban. Tényleg? Aha. És miket járt már meg, milyen fesztiválokat? Kevin és anya papírpoharak között. Volt fesztivál, Sziget fesztivál, Fishing on Orfű, kisebb fesztivál. A Fishing on Orfűt nem mondasz konkurencia, a Szigetet mondhatod, voltad. Sziget volt. Ilyen gerendai moska szívinfarktust lőven benne. Melyik volt a kedvenc koncertje? A Sziget. Köszönjük. Meg a Volt. Jaj, de jó, de a Volt volt a legnagyobb volt. A Fishingot őrfüveg egy kalapszak. Nagyon jó, és akkor hány éves? Hány éves már maga a zsiráf? Ő már a sokadik maga kiadás, ön. Mert az első kiadás az már ilyen 6 éves volt körülbelül, de sajnos tönkrement, úgyhogy mindig van utánpótlás, de van elraktározva több is. Belőle. Vettetek belőle 10-et, tehát ez életed végéig kiküldetés, mi? Pontosan. Értitek, gyerekek? Értitek, hogy mi azt gondoljuk, mennyire szabadok, de hogy valójában mekkora probléma van az Y generációval, hogy egy zsiráffal járnak? Értitek, hogy itt valójában nagyon nagy a traumatizáltság, amit mi okoztunk mi egyébként. Generáció vagyunk? Te már semmelyik. Ja. Az elmúló generáció. Te már a te még élsz, című. Igen. Te szarul nézel ki. Ez vagyunk. Te a te szarul nézel ki generáció. Igen, az E-generáció, mert már tartósítószerek kellenek hozzá. De hogy ők meg már zsiráffal buliznak. De egyébként ez nekem tetszik, teljesen jó. Mint a hostess lányok mondani akarnának valamit, Ferenc, elhagytunk valakit? Mi történt? Mi van? Hogy vagyunk? Húzd le a fejed.
Lehúztam. Pólót szórnak a lányok? Mire készülnek? Vagy csak hozták a mosatlan? Nézd már a kábel! Ne, azt de egyébként hülye vagy, Feri, megfogtad. Azt nem fog megfelni, az a villamos kábel. Feri, annyira nem jobb. Azt kapaszkodó! Nézd, hogy rázz, amíg el se indult a karaoke, nézd már ott táncol. Szerető fél és csodálatos apa volt. Konkrétan megyünk az Erzsébet híd felé, ugye itt jár a villamos, talán nem is tudom a 19-es, hogy melyik is, Feri felnyúlt, nagyjából fél méter van a köztet és a kábel között egyébként. Igen. Oké, gyerekek, akkor fél után egy jó karaoke, én benne vagyok. Mindenképpen. Benne vagyok. A cél, amerre most megyünk, kérdezik hallgatóink közben, hogy hol tudnak esetleg csatlakozni. Erzsébet híd irányában hasítunk, úgyhogy arra megyünk. A következő megállót ezt mondjuk. Figyeljetek, most segítek neked, ez a Fővámtér a következő. Köszönöm pedig Andrássy út, Hősök tere, Nyugati Pu és Bazsilika. De az csak neked. Ez. Csak neked 4-11-kor a kocsimban. Na, Székesfehérváron nem lesz ott, ahol levetett rá. Székesfehérváron a Budai út elesett villamos kisiklott, gyerekek, a mentés ismeretlen, de egyelőre úgy néz ki, hogy Székesfehérváron. Székesfehérváron, igen. Van. Én úgy tudom, hogy nincs villamos. De én meg beolvasok mindent, mert bennem van alázat. Meghosszabbították most az 50-es vonalát tőlünk. A Székesfehérvári úton, biztos. Most mit? Hát érted? Hát ugrik a pannon puma, hát éjszaka felhúztak oda egy villamos. Ha nem írnak valamit a Diósdi trolliról? De, hogy kettő lerobbant az eső miatt, beázott, igen. Jó, hát gyerekek, ha ő azt írja, hogy neki van, nekünk az a dolgunk, hogy beolvassuk. Ha ő úgy ébred, hogy most van villamos Fehérváron, érted? Vagy metró van Debrecenben. Aha. Hát most akkor hosszú volt az éjszaka. Akkor van. Igen. Jani, add már előre a kabátodat, légy szíves, mert egy nagyon kedves hölgy itt fázik. Igen? Mellett. Tényleg? De nagyon szívesen adom. Persze. Bár nem tudom, jó erem, de jó. Na, tessék. A következő... udvarias akar lenni. Na, dobjátok le a hídról. A következő megállónál szállítsátok le. Honnan érkeztél hozzánk? Itt lakom Budapesten. Igen? És mi volt a borítékodban? Ajándékcsomag. Ó, és hallom a szomorúságot a hangodban. Ja, mert belépő kellett volna. Belépő mindegy, kellett. Igazából én nem boltoltam ki a borítékot, mert visszaadom, felajánlom másnak a ajándékcsomagot. Ez jó, palisz be az új felszállókat. Persze, próbálj meg cserélni. Cseréljünk gyorsan. Tényleg? Tényleg? Nézd, cserélnek. Ott egy csere. Igen. Nagyon jó. Ez póló? Ó, kaptál egy pólót. Boríték. Köszi. Kaptál egy pólót akkor legalább. Jól van, gyerek. Szóval itt vannak hátul úszósapkák, ja nem, ez egy eldurant lufi. Oké, okay, jövünk mindjárt, megyünk át az Erzsébet hídon, jó? És otthon vagy Balázs, a buszsávban megyünk. Azért kezdtem ilyen komfortosan na, érezni magam. Ugye? Igen, hogy valahogy egy kicsit úgy kiment belőlem az adrenalin. Csak Szabor nem tudál annyit, mint te. Nem szoktam tudálni a buszsávban. A szemét vagy. Én még Húzd már le! A sávóban köcsög, ja, te buszos vagy? Szemét vagy, mert ilyen buszsávban megyek, mondom, én még a megállókat is bemondom. Tehát, hogy én úgy megyek a buszsávba, hogy a busz közlekedik. Semmivel sem szabálytalanabbul. Mondom a megállókat, és felszólítom a bérletfelmutatására az utasokat. Tehát ne légy szigorú velem. Nem. A megkülönböztető jelzést ugye nem értem, de mindent sikerül intézned. Na, jövünk mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után. 3:48 lesz, 5 perc van, szép reggelt kívánok. Jó napot kívánok, én a Iron Maiden zenekartól szeretném kérni a Bring Your Daughter to the Slaughter című számot küldeni Miskolcra a haveroknak az avasra. Megkapja. Gyerekek, olyan ez, mint a Viva TV-n a megálló. Hát csak mondom, hogy a Fővám téren állunk, tele van a busz, gyerekek, süt a nap. Komolyan mondom, tényleg. Jani jó. Még sose volt ilyen közel egyetemhez. Abszolút. Melyik az? Valóban, tényleg. Te most vagy a legközelebb egy egyetemhez. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy jó a buli, csak hát ugye tudjuk, hogy mi a baj jó. A bulival. Okay. Ez Gino is megmondta. De gyerekek, hallgatóink egyfele egy része leszállt, mások felszálltak, a busz továbbra is tele van, és mondjuk, akik vadásznak ránk, mert itt SMS-ben többen mondjátok, hogy mondjuk már egy konkrét megállót, hogy hol leszünk, mert szeretnétek volt jegyeket nyerni és felszállni. Uh-huh. A Hősök tere az egész biztos. Tehát most ilyen nagyobb megállókat fogunk mondani, ott lesz egy nagyobb szünet, ott kicsit megállunk, fotózkodunk, kiszállunk, tehát a Hősök tere az tuti, ha valaki vadászik ránk, akkor 100, arra 100 felé amíg. Menjen. De mondom, hogy neked az igazi profit, ha hátra néztek, akkor mögöttetek áll egy motoros csávó. Igen? Én itt följöttem lent, és itt a motoros csaj. Hello, hogy hívnak? Hol vagy? Betty vagyok. Bettit a Hapsia hozta a busz után, üldözték a buszt a városban, és menő. Betty érted, felszállt, már van egy voltos fesztiválpólója, és itt ül teljes motoros szedben a kis bukós isakjával. Ez menő, de várjál, hogy a palia hozta a busz után? Igen, ott áll egy motor a busz mögött, ő jön velünk. Aha. Mögöttünk, igen, majd
elvesz, hogyha leszálltam. Ja, menő! Na, tessék! Jó, ha megvan a jegy. Há, igen. Ha nincs, akkor, akkor itt hagy. Akkor itt hagy. Az is lehet, igen. Nagyon jó. És te is motorozol, vagy te csak utas vagy általában? Csak utas vagyok. Te csak utas vagy. Igen. És mióta vadászátok a busz, vagy hol láttatok meg bennünket? Még az Erzsébet híd előtt. Erzsébet híd előtt. Mert arra mentünk amúgy is munkába, és pont jöttet. Ja, de várj, ez nem volt terv, hogy te fölszáll? De volt, igen, hallgattunk és figyeltünk. Csak nem mondtátok soha, hogy hol vagytok. De akkor hogy munkába mentetek, hogy azért elindultatok, hát ha nem találtok igen, meg? Igen. Ja, hogy így megyünk, ha beléjük akadunk, akkor nem megyünk munkába. Értem. És akkor most nem mentek be dolgozni végül? Hát egyelőre nem. Ez jó döntés. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy jó döntés egyébként. És akik vagytok ti? Bocsánat. És mit igen. akartok és itt? Okay. Kaptál borítékot? Kaptál ajándékot? Igen. Minden meg? Igen. Nézzük meg, mi van a borítékban. Egy póló volt. Betyárát is lehet. Voltos fesztivál póló. Feri, indulunk. Várjál, csak mondom, ne hülyéskedj, várjál, akkor felszállok. Ne, igen, egyrészt kettő, hogy a busz is elindult, tehát már nem tud visszaszállni a motorra, úgyhogy ez egy rossz kör így ebben a formában. De apa jön velünk, kísér. De figyeljetek, ha csak mondjuk, hogyha megmaradnak jegyek, volt jegyek egyébként a végéig, mert esetleg tömve van a busz, vagy nem így szállnak van? Le, akkor azért ezeket azokat mind... földobjuk a vate. Igen, azokat természetesen jó pénzért hátul shillingért, márkáért értékesítjük, tehát azokat azért még odaadjuk. Persze, nyilván az új beszállók persze. mindig kapnak, de nagyon sok van, és ha elfogynak esetleg a beszállók és marad, akkor azt az itt fent lévők megkapják. Úgy, hát nem minden... tudom, hogy marad, de mert itt most van egy hármas, na? Két fiú, egy lány fölállásban tolják a fiatalok, és a kis hölgy kinyitotta a borítékot. Az van benne, hogy? Volton. Hey! Megijedtek szegények. Na most, de mit fogtok csinálni, mert ez egy páros belépő? Hát igen, az egyik barátomat viszem, mert neki már van jegye. Ja, te vagy a kis mákos. De egy pólót nyertél, viszont ilyened meg nincs, ugye? Hát egy nőit nyertem, egy női pólót. Ne válogassunk, aló, póló, póló. Hát ott, hogy örülnének ennek százak, ezrek, tízezrek. Feri, Vámházkül nem veszem mamának valami? Nem. Már megvettem. Vámházkőrút 9. Csak mondom. Klapka út. Vámházkőrút 9. Na, Feri, akkor gyorsan egy-két SMS, aztán kezdjük el. Jó, mi már itt készen állunk. Akere, oké, itt jól nyomjátok, mert a 9-es hírekben az első felszállásként halljuk majd, hogy értesítjük az Erzsébeti környék lakóit, hogy egy egész napos áramszünet várható, mert egy szabálytalanul közlekedő hoppó-hoppó busz egyik égi messzél utasa fejjel leszakította a felső vezetéket a nagy nézelődés közben. Igen, ma hajszál volt, de a szál is nem történt baj. A következő felüljáról lassítsatok, beugranék fentről. Gyere, várunk! Igen, gyerekek, az ablakban nézve láttalak benneteket, nagyon nagy élmény volt, hogy elmentetek alattam, gondolkoztam, hogy ugorjak-e, írja nekünk Bori. Hát Borikám, ugorjál, elkapunk, csak szóljál, hogy mikor, hogy figyeljünk. Jó, aztán még egy-két hozzászólás, mert hogy közben azért mi látjuk ám a Vibert is. Tetőtlen busszal hasít a három profi, a Rádió 1-es Bali, Feri, Jani. Hoppá! Szórják az ajcsit, mint az aranyjóságport, belépőt, pólót, mint az áll volt. Ezt nem teljesen értem. Örülnek az utasok, mindenki integet, akkora a cirkusz, hogy megbénul Budapest. Azt a mindenségit neki! Nem lehetek ott, hisz nem vagyok Pesten, de legalább az éterben, itt vagyok ezzel a verssel. Vitya küldte nekünk. Köszönjük szépen, Vitya, nagyon drága vagy. Mi a helyzet, Ferencem? Megvannak-e a karaoke játékosok? Várjál, még mielőtt karaokiznénk. Igen? Az van, hogy egy komplet ilyen merchandising-á alakult át az alsó rész. Elővettük az összes voltos pólónkat, mert hogy 500 féle van, és megy a cserebere. Nem, már ilyen pecsabol, ha piac. Halál komolyan az van, mit adsz ezért? Jó, akkor inkább figyelj, cseréljük át, nem mégiscsak a női, nem én fehéret kérek, Istenem. Én feketét. Tehát ez a te tereped, Jani, ha lejössz, akkor tudni jó, fogod. Jó. Itt nem tudjuk, mit történik, itt lőnek ránk. János úgy járt, mint, igen, mint Dallasban Kennedy, hogy kapott egyet arcra valaki. Jó, de a lufi darabok rajta maradtak a fején, ugye? Kicsit beledurrant egy nagyobb lufi az arcába, igen, van egy nyíltsebb a fején. Na hát akkor itt vagyunk játékosunkkal. Szia, hogy hívnak? Szia, Dorka vagyok. Dorka, van egy saját mikrofonod, beszélj abba, közben így mondjuk nem lesz könnyű énekelni, hogy gyorsítunk, lassítunk. Egészségedre, Dorka. Milyen dalt választottál? Péter Fiborit. Péter Fibori, ő föllép a Volt Fesztiválon? Hát ő mindenütt föllép, érted, mert jó, mert imádjuk. Ő a labambással? Ő, és képzeld, a labambát választottál. Túrj bele a hajamba valami, bele akadt a hajamba. Hajolj bele a hajamba. Dugd a kezed farzsebembet, szexuálisan, na mindegy. A Balázs mindenben találva egy-két ismerős momentumot, például most mentük el a Pilvax mellett is, a Vax ismerős volt. Kérdezgettem, hogy Jani,
Gearbox, fia, segíts, egy honnan ismerős. Beugrott, hogy igazából a Dózsa Györgyféle paraszt felkelés, úgyhogy simán sikerült helyre tenni, 1526. Így van. Na, halljuk a dalt akkor. Hát akkor Barbie. Itt van a Barbie. Már szól a zene, együtt mozog mindenki az ütemére. Halljuk, nagyon várjuk. Alakul a dugó is. Kettő. Igen. Aha. Hú, nem is rossz. De nem is jó. Kezembe sárdul. Igen, hagyjad. Göndör fürti fák közt, a szél csak lehellett. A lányok, hogyha megjössz, nagyon szeretnek. Nem rossz ez. Nézd, milyen a szemembe, de se kizet farcsömbembe. Hajolj bele a hajamba, ez már én mondtam. Duhold bele, hogy labamba. Jó ez. Milyen a szemembe, tedd a kezed a farzsebembe. Hajolj bele a hajamba, tudod vele, hogy labamba. Tök jó. Hey, de jó vagy. Tudod, mint bébi. Tegyél magasra a kezeket, hey, mindenki sikoltozzon. Nagyon jó. Ember a voltod. Jingüket lelépik, rajtam hagyott szemek. Bonts ügyet tavasz, bimbom a szív fele. Napsütötte utcám, állni most a jó. Virágzik a test, szívszenzáció. És gyerünk! Nézd, milyen a szemembe, tedd a kezed a farzsebembe. Hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamba. A közösség is énekel szemembe, tedd a kezed a farzsebembe. Hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamba. Ez egész jó. Óriási. Na. Macskák napoznak, az ablakokban párnák, fénytől dagadnak. Még mindig énekel? Igen, ja, ez nem borít. Jó, meg vagyunk. Jó, óriási napság. Bármit adjunk neki, oda csak hagyja. Vissza. Odaadom a sok szendvicsemet is, csak ne énekeljen tovább. Igen, fele még megvan, megromlott. Nagyon jó, oké. Okay. Egyébként helyes volt a szöveg. Volt. Jó volt a szöveg. Szóljunk mi is egyet. Hajolj bele a hajamba. Én tudok egy dal, majd mi is kereokizunk egyet. Hát valami... Rage. Recsetesség? Rage duvati doccia. Ennyit tudok a Rage Against the Machine-ből. Toljunk már egyet, ez tök jó volt. Na hát akkor ő volt Dorka, és már is itt van a másik jelöltünkbe, párosakat ígértünk. Igen. Ugye a páros nagy belépőjér, a fiatalember neve. Dominik. Dominik, tehát Dorka és Dominik. Dominik, te mit választottál ott a mikrofon beszélyben? Ugyanezt. A Follow the Flow. A szomorú zenekar, a Follow the Flow, a szomorú srácok. Igen. Ugye? Igen, ők azok, nem tudja senki, már a dal Pásztor, címe is. Berni Pásztor arccal, a szomorú srácok, akik mindig valamiért mindig szomorúak. De olyan hangulatos dalaik vannak, csak egy kicsit mindig szomorúak. Nem hiszitek el, hogy valaki megérte, hogy Dózsa felkelés 1514, úgy és ezt komolyan megírja, hogy szijavítsa az 1526-ot, mert nem érti a viccet. Teker vissza a mannára. Igen. Oké, halljuk a dalt, Ferenc, figyelünk. Már is indítjuk, csak ez az. Melyik szomorú számot sikerült? Nem tudja senki színpadon! A Follow the Flow! Gyerünk volt! Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, hogy hányszor volt sötét az ég fölöttem. Ködös a múltam, nem ismeri senki, nincs otthonom, nincs hova visszamenni. Sose voltam gazdag, de megvan minden, a legszebb pillanatok vannak ingyen. Sok fénylő szempár ragyog a világon. Millió lány, és én mindent imádom. Adj egy pengét, Balázs! Rohanok, hogy a nevemet egy olvadó jégben nyergésem. Félek, nem érem el. Életfogytig tart a vágy, de nincs, aki féltsem. Mégsem érdekel. Azt mondják, hogy magasról lő egy nagy nes. Nyomál gombot! Hát a neki bűnben néztem a szürkéleget, azon tűnődtem, hogy lehet, hogy ezer ágra süt a nap, most néha felnőtt feled. A gyerek, de mindig jött a popon. Ez is meg kellett átépni az üveg szilánkokon. Lehet, hogy a zsebembe telt ház, vagy csak lyukas garasok. Ez egy hullámba sút, én holmad maradok. Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, hogy hányszor volt sötét az ég fölöttem. Ködös a múltam, nem ismeri senki. Nincs otthonom, nincs hova visszamenni. Sose voltam gazdag, de megvan minden. De szebb pillanatok vannak ingyen. Csak fénylő szempár ragyog a világon. Millió lány, és én mindet imádom. Köszönjük! Hú, ez volt!
Halad a flow! Jó minden! Gyerekek! Azt ekkora szart! Ja! Mondom! Ja, úristen! Tampont a fülembe vérzik! Gyerekek, csak mondom, hogyha találunk valakit a buszon, aki tud énekelni, annak én intézek egy volt bérletet, jó? Tehát, jó. Most hívom a lővembe egy 4-9-kor, hogy Norbikám egy plusz bérlete adjál ide nekem gyorsan, meg kell valaki találunk, aki tud énekelni, mert vissza, ez nagyon... Vissza kiabálja mellettem a hallókészülékes kisfiú. Az eredeti jó, de ez a Dominik figyelj. Nekem tetszett. Ezt a mindenit. Minden megérdemel, hogy még egyszer ne legyen. Na hát akkor hozzuk meg a döntés, gyerekek, hogy Dorka... Hú, gyerekek, én elvittem az élősóba, az van. Én viszem az élősóba. Én őt elviszem magammal. Azért a szerencsét, hogy Balázs a mentorod, mert ő körülbelül ugyanígy énekel. Én viszem. Vissza lehet lépni a mentorátságától? Nem, a mentorházban már velem vagy, tesó, én már viszlek az élősóba. Így van. És 9 és 10 között lesz pantomim is, én azt gondolnám, hogy azok kellene inkább. Jó. Fény, nekem mind a kettő tetszett, mert... Mert süket vagy azért. Igen. Ez is így. Hát figyelj, a Dorka jól énekelte. Dorka az jó. Igen, abszolút. A Dominik is, csak ő máshogy jól. Mint egy másnapos Bori úgy tolta. Igen. Dorka nagyon szeretne menni a Voltra. Miért, Dominik szerinted nem? Nem. Dominikben viszont iszonyat lendület volt. Persze, hát... Ha, toljuk, ezt kimondtam, toljuk. Fogadjuk, hogy Dominik. Dominik, hát persze. Gyerekek, azt mondják, hogy egy ilyen nagy tehetségnek csak Bájalex lehet a mentor, aki szintén akkora tehetség, hogy csak ő viheti, csak ő viheti. Döntsetek ott lent felé. Jó, van igazságos döntés, hogy te na, is kapsz na. Egyet, meg te is kapsz egyet. Legyen ez. Tehát, hogy nem páros, hanem mind a ketten megkapjátok a heteset külön-külön. Ő olyan is van, hogy két heteset adunk? Hát persze, hát ez két darab hetes jegy, és akkor azt mondjuk, hogy neked is van egy hetesed, neked is, a páratokat be akarjátok vinni, akkor az beruházás, de nem ugye féláron vagytok. Ja, értem, tehát, hogy elosztják, igen. De hogy nem páros kapnak. Aha, oké. Okay. Nincs. Áll a deal! Jó, ide jók vagytok. Mennyi a vaterána jegy? Rajj meg, szemét. Szeretnék venni. Akkor verjétek meg Dominiket, ő nem kap semmit. Viccelek. Jó, akkor ez lett az igazságos döntés, hogy mind a ketten kapnak egy-egy egész heti belépőt, és ha páratokat akarjátok vinni, akkor neki már csak ugye fél ár, mert a kettőtök egy szétdobjátok. Na, jó, nagyon jó. Ha nagyon persze, jó. Tudod. Abszolút jó. Gyerekek, de igen, itt a karaoke volt, tehát túl jóra senki ne számítson. A karaoke lényege ez ugye, hogy azok énekelnek, akik nem tudnak. Tehát hát, azért ezt mondom, ugye a céges igen, bulikon is így vagy. Ez ettől buli. A vezér fogja meg a mikrofont, és azok a nagyon részeg lányok, akik egyáltalán nem tudnak énekelni, viszont nagyon felszabadultak. Így van, nem Krisztina Aguilérákat keresünk. Így van, igen. Itt vagyunk. Jaj, bocsánat, vigyázzatok, Satufék lesz, Louis Vuitton volt, Balázs lesz hát. De neked is itt egy pár járunk. Jó, és úgy látom, hogy hublót, tele van a hublót. Hublót. De egyébként gyerekek, itt vagyunk az András úton, nem is mondták, hogy renoválják a szép művészetet. Komolyan mondom, hogy miért nem tudok én erről, hogy itt pont megállunk a Louis Vuitton mellett, hogy mióta építik újra a szép művészetet, tudod? De tegnap óta, ma írják ki a közbeszerzést. Igen? És ezt kivette meg, ez most ki, ezt vegyük meg, jó? János, ezt vegyük nem, meg. Már nem eladó. Nem eladó? Jó, nem. Megvenni. Van már gazdája. A labort, ja nem, már nem. Na jó, vagy gyerekek. Oké, jövő a következő egy órában is énekel majd valaki? Mert énekel. Akkor tényleg beugrok ide valahova. Egyet mondhatok? Egy dolgot? Igen? Persze. Egy. Hamarabb ment le az én dalom, mint Majkai. Az mit jelent? Micsoda? Hát, hogy hamarabb szólaltam meg én a rádióban, mint Majka. Na mondjuk, erre van igazság. Egyébként igen. Egyszer már volt egy fél Majka számunk. Igen. Peti most írja a levelét a programigazgatónak, hogy ez hogy lehet, hogy igen. Amatőrök előbb énekelnek. Igen, csak Balázs lekevertette a felénél, mert akkor már Peti ment lefel a liftel. Igen. Na jól van, gratulálunk, akkor érezzétek ma jól magatokat a Volton. Jó? Na. Közben mondjuk hallgatóinak, akik szeretnének felszállni, hogy hopon-hopon buszunk egyébként szikrázó napsütésben a Hősök tere felé tart. Úgyhogy vannak még szabad helyek, nyilván lehet, hogy lesz ott néhány leszálló is, ha nem, akkor majd persze letesszük őket, úgyhogy lesznek új helyek is, és fel lehet szállni a Hősök tere a következő megálló. Így van, megmutassam, hogy hol tanultam. Micsoda? Mit? Itt a Vörösmarty utcánál. Itt van valami esti gimnázium, vagy valami szakmunkás képző? Vagy jó? Nem, egy nyilvános vízzel, de csak már bezárt. Vagy valami apátozárt, aminek a környékén mindig kódologtál kicsit. Na és hol vagyunk, Feri, leugrasz? Nem számítanak a pincére. Meg lehet őket zavarni, akkor a látogatásra. Láttam, hogy nyújtad a kasszát. Igen, itt vagyunk Ferenc éttermihez közel. Így van. Jól van. Írók boltja, itt nem sokára megjelenik majd az új könyvem, és egyébként nem sokára, és itt az Írók boltjában dedikálok. Novemberben, egyébként csak mondom. Miről fog szólni a könyv? Lesz dedikálás is? Lesz dedikálás. Végre egyszer eljönnek a bértolókaid is. Mindig van egy 100 statiszta, akit el tudok hívni különböző dedikálásokra. Jól van, azért ha van friss közlekedés, akkor küldjétek el nekünk, jó? Hogy azért tudjuk, hogy mi helyzet az utakon. Van egy oktogon.
Tessék? Mesélj róla. Oktogon? Hát, négyszög. Igen, ez egy nagyon fontos négyszög. Itt régen egyébként a hajók közlekedtek. Egyébként tök igaza van. Tudom. Hogyha jobbra néztek, egyébként ott van a házasságkötő terem, és a házasságkötő teremnek az oldalán látok ilyen kis gyűrű alakú ilyen fémeszközöket. Oda kötötték ki Vadon Jánostan. Azok idején. Konkrétan azért vannak ott, mert volt egy olyan terv annak idején Budapest rendezése kapcsán, hogy itt egy csatorna lesz, és azok hajó kikötő karikák. És várjál, de előre megcsinálták a hajó kikötőt. Hol a Dombi? Hol a Dombi? Ja, ez sokkal érdekesebb. Hol vagy? Itt a Dombi a Dombi. Szomszéd kocsiban. De melyik oldalon? Itt van mellettünk. Hol van a Dombi? Jobb nem látom a Dombit. Ott a... Dombi! Dombi! Én nem Hello! Látom. Nem bennünket hallgat, rohagy meg te szemét! Ha bezzek, ha promotálni kell a rohadt előadásaidat, akkor... Ezt már akkor, meg akartam akkor neked mondani, de pufi vagy! Nézd meg! Dobjátok neki sokkal szendvicset! De melyik kocsiban ott volt? Ott most Hikomatban. A hikomatban. Dombikám. Ezt a szemetet nem hallgat. Nem is integet. Ilyen levél. Nem, hát ha hallgatott volna, akkor nyilván hallja, hogy bemondjuk. Nyilván a bödőcsöt hallgatja, hogy lopjon egy-két poén, ja. De ez egyébként nem baj. Tehát mindenki csinál. Mindenki csinál. Semmi baj nincsen. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt 8 óra van, 2 perc szóval a hősök terére tessék jönni, aki fel akar szállni a hopópofra. És szeretne. Így van, volt jegyet nyerni. Jó, találkozunk a hősök terén, mindjárt jövünk. Mari! Gyerekek. 8 óra után vagyunk, 14 perccel. A busz megállt, János pisil. Kérem szépen, ez... 1 óra 40 perc múlva indulunk tovább, mert nagy a tartály. Illetve láttam itt, hogy épp látott egy használt ruhakereskedés, úgyhogy oda is beugrott egy kicsit vásárolni, de visszaér egyébként időben, elszaladt. Beugrik egy cukrászdába, ott egy kicsit bevásárol. Persze, hát ahogy szoktuk. De ezt a megállót egyébként hosszabbra terveztük, ugye a Hősök terénél áldogálunk konkrétan, gyerekek, a Városligeti műjégpálya bejárata előtt. És azért most így az ember így kicsit buszozik, és van ideje nézelődni, hogy azért az látszik, hogy mennyi mindent milyen szépen felújítottak. De tényleg ugye láttuk az Andrásin csinálják az operát, a műjégpálya gyönyörű, az egész Hősök tere is nagyon egyben van. Tehát hogy azért nagyon sok minden megújult, megfelújítottak. Ez gyönyörű lett tényleg, van, az egész részt itt nagyon szép. Ha nem egy autóban üldögélnénk, egyébként te is, meg én is, és így néha lenne időnk szétnézni a városba, akkor azért nagy csodák Viccelsz? Vannak. Hát a Majálisban itt voltam a gyerekkel, a nyakamban, Viktóriával. Ja, meg Gino. Kerestük Ginoékat, csak egy picit az volt, hogy sok volt a köcsök, de egyébként nagyon jó buli volt, és mentünk a Vajda Hunyad várába megnézni egyébként egy remek kiállítást, úgyhogy mi ezt láttuk. Csak így, amikor tényleg úgy utazol a városba, hogy van időt 3 óráig nézelődni, akkor jön rá az ember, hogy ezért mennyire szép ez a város tényleg egyébként. Nem véletlen, hogy ennyi turista jön hozzánk, imádják. Tényleg jók vagyunk, olcsók vagyunk, szépek vagyunk, úgyhogy ezt most mi is meg tudtuk nézni, és hát kivéve Jánost, aki itt a közeli bozótosban tévedt el pisilés közben. Jó, hát az nem, ő elment egy kicsit, nincs ezzel baj. Rengeteg új felszállónk érkezett a buszra egyébként, voltak néhányan, akik leszálltak, hát egy ilyen közelharc alakult ki, hogy ki menjen, ki maradjon. Jöttek, de fel tudtak szállni? Újak, mindenki fönt is látott néhány új arcot. Így van, de tele vagyunk, de van, nagyon rendes emberek vannak, mert mondták, hogy akkor ha jönnek újak, akkor ők leszállnak. Viszont van valaki itt velünk, aki hát nem akar felszállni, de most már megállóról megállóra követ bennünket egy kis autóval, és most itt megállt a tilosban, és szépen kirakta a kis elakadási jelzőjét. Hello, mi a neved? Szia, Marci vagyok. Hello, Marci, te nem mersz felszállni? Nem, a kollégám fog felszállni, jövök utánatok. Óriási vagy, tehát te is ide hoztad, hogy biztosan meglegyen az izé a lehetőség, felugrott a kolléga, ha nyer, akkor ketten mentek a Voltra. Így van, majd leboxoljuk. Ja, hogy ki kivel megy vissza. Na, úgyhogy vannak ilyen kis követőink, a motoros brigád az most eltűnt, Marci pedig egy kis autóval követ bennünket, és akkor sok sikert a kollégának. János! János! Hol van, megjött? Jó, hol? Üres a hólyag. Ja, igen. Hát keresni kellett egy normális helyet, ahol lehet intézni, bár megmondom őszintén, hogy egy nagyon bátor, nagyon céltudatos, nagyon tetrekész technikus kollégával mentem el, akivel azt tapasztaltuk, hogy azok a kis toj-toj WC-k még zárva vannak. Miért üvöltesz, János, félsz? Őket, de le voltak zárva, erre azt mondja a Levi, hogy hagyjad, hozok snitzert. És be tud menni. Na gyere!
Úgyhogy megoldottuk, amit meg kellett oldani. De a János táplálkozik is közben, ahogy hallom? Nem, leesett rágózik. A cukra? Ja, rágózik. Jó. Azt hittem, hogy kicsit leesett a cukrod, mert közben, közben táplálkozik. Ábel leszállt Janival? Nem, kézzétek el, Ábel itt maradt a buszon. Tehát ő nem követte. Nem követte a hát az a volt a terv, hogy elmegyek ugye hátrafelé, mint hogyha vécézni, hogy Ábel követ, és aztán visszafutok a fák mögött, és gyorsan elhúzunk. Jani, itt közben az SMS hallgatók írják, hogy itt van egy kereokisunk, Laci. Laci. Itt, Laci, egy már Laci, megvan, egy megvan. Megvan egy a kereokisunk, megvan itt. Két embernek beígértük, úgyhogy elöl csak 9 után tegyél ígérletet, illetve fakultatív módon 10-kor maradhatnak a puszon. Így van, majd te fogsz magyarázkodni 10 után. Jani, itt szóltak, hogy ez nem a Halomi erdő, hanem a Városliget, tehát légy és ne a bokorban, jó? Tehát itt hát tudod, picit... hogy a reflexek azért nehéz az embernek levetkezni, hogyha Lőrincen éltem 49 éven keresztül. Ez nem a külváros, tehát itt érts, azért egy szép helyen vagyunk, Városligeti műlékpálya, tehát itt ritkán szarnak az emberek a bokorban, jó? Értem, hogy az első alapkövetletet tetted. Az már évek óta itt van. Kérlek szépen, hogy légy tekintettel a belvárosra, hogy most újították fel a ősök terét. Figyeljetek, itt a WC-ben olyan aranyos kis közjáték zajlott egyébként, mert valaki felhívott egy telefonszámot, ami a Budinak a falára volt írva, és a mellettünk lévő fülkében csörrent meg egy telefon. Nem, nem ott van évek óta lehet a csávó. A néni segítséget kért tőlünk, illetve a hölgy, aki a toalettet üzemelteti, hogy talált valamilyen állatot. És hogy segítsünk már neki, hogy egyrészt mi ez, másrészt meg, hogy fel lehetne hívni esetleg az állatvédőket, és segítene. És egy vödör volt mellette, a vödörben pedig egy rák. Egy rák? Egy rák volt benne, és ő nem tudta beazonosítani, hogy milyen állatról van szó, és tőlünk kért segítséget, hogy egyrészt azonosítsuk be, másrészt meg segítsünk neki visszajutatni a természetes élőközegébe. Na de várjál, hát ez a kérdés, hogy az hol van itt? Hát rák, mondtam, hogy micsoda? Valamelyik lábos a Robinson étteremben. De micsoda de... pszichedelikum hatása alatt állt a hölgy, hogy rákokat látott. De ott van, de a nem, láttam. A pszilopicin az nem, egy, nem mindenkinek jó. Akkor én is beszívtam, mert én is láttam a rákot. Akkor te is szedtél belőle. Én mondom, hogy nem minden gombát kell megenni az erdőben, amit az ember talál. Tehát van, ami jó, van, ami kevésbé. Hát nem tudom, hogy az állatkert... És ott sétált? Nem, mert belerakta egy vödörbe, egy vödör vízbe. Hát ez most ezért azért ellennék egy ideig, hogy hogy kell ide a város. Ugye, én azt mondtam neki, hogy valószínűleg... Megszökött egy rák az állatkertből. Csónakázótóból, vagy ilyesmi. Én azt javasoltam neki, hogy vigye el odáig, és öntse bele. Vagy pedig, vagy mit tudom én, az állatkertből hát ide jönnek az állatvédők, és akkor elvisz. Nem voltál a csónakázókótól környékén. Mert abban nem, hogy... Két dolgot látsz, hogy egyrészt tusfürdővel fürdenek benneket, hogy mindent kifognak. Ja, ne, akkor mondom a néninek, ha esetleg hal minket, hogy nehogy beledobja kettő a tóba. Mindent kifognak, amit élő, úgyhogy abban nem akkor jön király. Akkor a hangáék jöjjenek ki érte. Halló, SOS, rákmentés. De tényleg egyébként. Igen, viszont megkaptuk a nap legjobb SMS-ét, gyerekek. A legjobb. A barátnőm most látta először Janit, és mondja. Hallod? Ennek a nézése is pervert. És tényleg? És úgy van? Itt van a buszon, aki írta az SMS? Nem, akkor ők csak elküldték, elmentek. Igen. Itt a busz mellett. Pedig tüzesen néztél? Kicsi sárkány, tüzes voltál? Most az a helyzet, hogy ez csak mindig így nézel. Ez egy szipla pislantás volt a részemről, de hát abban is már ennyi van. Perzsel a tekinted, egy Zulander vagy, igen, érted? Ne. Kék acél. Igen. Na. Nem, Kyklops vagyok az X-Menből. Tényleg. Leveszem a napszemüveget, és felperzselek mindent magam körül. Megérkeztek kereókisaink, mert én innen leküldtem őket hozzád, Ferenc. Igen, a buszról. És már akarsz játszani? Én szerintem énekeljünk egyet, mert aztán megtenném majd a TT-met a Azerbajdzsán Magyarországra 8:30 után. Azért arról beszéljünk néhány mondatot, hogy fontos meccs előtt áll a válogatott, ne felejtsük el buzdítani a fiúkat, illetve nyilván Ferenc, hát számítok rád ebben a kérdéskörben. Egy Azerbajdzsán magyaron? Hát de ki majd azért a magyarok ezt... ellen? Hát nem úgy, hát most végeredményre lehet, nem a magyarok ellen fogadunk, csak megpróbáljuk megtippelni, hogy mennyi a végeredmény. Te mi lett ezzel a Rozséval, amivel fogadtunk, vagy az majd csak ma lesz. Az ma lesz. Ma van, de az nyilván teljesen egyértelmű, hogy egyébként a Nadal megveri Rozsét, és akkor viszont egy Nadal gyokó döntőre viszont ne felejtsünk el szintén. Jó, Ferenc, csak szólok. Miután tegnap elmondtad, hogy a Nadalról már ver mindenkit, így a gyokót, és nagyon aranyos vagy. De, úgy de... szeretlek, ahogy itt tényleg földobod a lehetőséget, hogy kiszedd a zsebemből a lóvét. Már szedtem már ki eleget, mert az nem is kell. Igaz. Jó, hát azért volt ez fordítva is, ne feledkezzünk meg a most történelmi. Jó, hát most vagy egy kicsit leszálló ágban, de nem, ez nem baj. Most, de ott megadom a lehetőséget, hogy visszanyer, mert szerintem Nadal gyokó van a végén, és akkor viszont mondanám, hogy ne felejts.
felejtsük el. Jó, csak ez csak egy kis kitérő a sport világába. Most abban azon gondolkodom egyébként éppen, hogy az, hogy Balástól kapja Feri a fizetését, aztán pedig visszaküldi, ez igen, nem egy burkolt pénzmosás? Ez pénzmosás, csak én mondom. Nem tudom, hogy jó, azért az utolsó 3-4 találkozójukon Gyoko megverte Nadált, tehát azért nem, most nem, nem azt mondom, hogy bármi megtörtént. Tehát te úriember nem fogad is biztosra. Hát ez is biztos, meg van, most csak megrágatom a bajszodat, belehergellek 10-ig, és akkor 10-kor meg elveszem a pénzt. Csak ne felejtjük el, hogy fontos sportesemények vannak. Azerbajdzsán, Magyarország, hallgatóink nyugodtan üzenjenek a fiúknak. Így van. A fiúk hallgatnak bennünket, jót, rosszat átadunk. Kicsi, rövid, szellemes üzeneteket várunk a magyar válogatottnak. Mit üzennétek a fiúknak? Bakuba. Ott vannak? Azerbajdzsánban vannak, vagy itthon vannak? Bakiba. Baki? Ne, ne, csak nem Baki. Reméljük, nem lesz Baki. Na jó, ne hagyjuk abba. Kik az énekesek, Ferenc? Parancsolj. Szia, hogy hívnak? Sziasztok, Német Benedek vagyok. Sopronból. Várja meg, Sopronból! Benedek! Ez, és hát, csak ezért jöttél ma Budapestre? Én Budapesten tanulok a BM-én, az építőmérnöki karon, és akkor hétközben pesti vagyok, hétvégén meg Sopronban megyek haza. Menő. Wow. Jó, és akkor be akarsz menni nyilván a fesztiválra. Így van, mellette lakok egyébként. Ki az előadó, akit megnéznél? Én a Beatrice-t. Azt nézném, meg énekel. Nem lehet. Jó fej vagy, és most már nem csak... meg is nézem szívesen. Nem csak hallani akarod, hanem látni is ennyi év után. Így mert van. Gondolom egyébként mindent hallasz. Léci, énekel Beatrice-t, azt nagyon nem, hát Jericho, azok a boldog, Jericho, azt tudod, hogy az a hőskorszak, az amit mi szeretünk, ez meg az, amit a népek. De várj, ezt lopták a Feroék? Vagy, mert az ő róluk ezt is kiderült. Igen, de nem lopta, elmondta a Feró. Nem, már ahogy a gitáros lopta, aki szerezte. De akkor nem ő. És azon gondolkoztam, hogy ezek a nagy régi sztárok, mint a Neoton, meg a Johnny, meg a Feró, mennyire retteketnek ettől az egész YouTube-os zenés megdőlök történettől, hogy szépen a nagy ikonjaink, tényleg ugye most elhúzza John, és mindenki dől meg, hogy Pásztor Jakab páros nem lopta a napot, azért átnyálaszták a külföldi CD-ket, hogy még vajon hány magyar előadó fog megdőlni a nagyok közül, tehát az idősebb generáció közül, ők nem gondolták soha, hogy lesz YouTube. Ők nem gondolták soha, hogy az internet elér oda, hogy most már. Meg hogy a szocializmus a világ végig tartani fog. 2 perc alatt megtalálsz egy dalt. Igen, ők akkor ezt, amikor 70-es évek ezeket ellopták, nem gondolták. Na, oké, halljuk akkor a dalocskát, Ferenc, nézzük az első játékosunkat. Nézzük is, ez a hősies gitár rész benne. Figyelj. Nagyon jó, kíváncsiak vagyunk. Na, miért nem szólunk? Durva. Ó, gyerekek. A Michael Jackson nem így indul így. Fölgördül a függöny. Ez miért 200? Ez az! Ebben van valami szürreális a műjégpálya előtt. A műjégpálya előtt egyébként. Magasra a kezeket mindenki! A műjégpálya előtt egyébként egy hoppó-hoppó buszon Beatrice-t énekelni. Ebben van valami nagyon szürreális. Igen, meg... Figyeld az adottságokat már érzem. Ma már csak emlék. Jó, nem rossz ez. Mikor még nem voltál. Az volt az igazi nyár. Ne siess. Az idő, hogy gyorsan száll. Feronál már jobb vagy. Amikor nem vagy itt velem. Ne siess. Elfog a rettegés. Ez egy duó. Mindenki zajra felébredek. Mert azt hiszem, megjöttél! Gitár! Jól van ez az! Igen? Jaj, valaki csak egyik küldött SMS-ben, nagyon szeretem. Jaj! Ugye? Nagyon bírom az én SMS-eket. Jaj! Ezek a legjobbak. Imádom. Jaj! Jaj, jó? És most együtt asszony! Még nem? De nem érzed! Ó, még van. Nem érzed azt, aki... Nagyon siet, lassabban. Éjjel itt maradsz, figyelj! A magányról álmodik a remény, amikor megjöttél, rögtön összlet, majd hirtelen tél. Na, ilyen kommentem mindig hazamegy. Más lett a föld, és más a világ. Figyeljetek a refrén mindenkinek. A hord a szél, a boldog szép napok ég veled, de nem tudod, milyen jó nélküled. Azok a boldog szép napok ég veled. Hallójában. Te nem tudod, milyen jó nélküled. Jól énekel, basszus. És meg a gitár. Valaki más mondhatta. Igen, ezt segítettem. Jó. Hoztál rajta. Oké. Nincs több, ugye? Megvagyunk. Jó, beszélte meg. Köszönöm szépen.
De jó volt. És egyébként a kontrollban pont ezt hallják egy Beatrice koncertet, tudod? Jó. Elmondom neked... annyira tisztelted a ritmust, hogy még csak véletlenül sem léptél rá. Időben. Elmondom, ahogy a Feró énekel, úgy énekeltünk mi is. Meg tehát, volt, az nagyjából, biztos. Nagyjából meg hoztuk. Tehát, a Feró hogy... befulladna, azért lecserélném. Igen. Jól van, csak annyit mondjuk el, hogy mi a másik jelöltünk dala, mert azt majd a hírek után fogjuk meghallgatni, mit választott, csak nagyon hoztuk izgalmas, a frászt. Mert egy férfi ember áll mellettem, igen? Akiből mindent kinézné, csak azt nem, hogy a Ruzsa Magdolna Szerelem című dalát fogja énekelni. Oh. Mi a neved? Mustafa, szevasz Mustafa. És erről tud a külügy. Igen. Hogy jutottál el a hősök terén? Hogy jutottál át a kerítésre, Mustafa? Mustafa Egyiptomból, mi már beszéltünk vele a felső részen a buszból, Egyiptomból, igen. Mi két évél Magyarországon, és minket hallgat. Igen, hm? Igen. Mustafa, hello. És ebből másfél évet abban a szerszámos kamrában a Balázsik kákim. Hello, Mustafa, jól meggondoltad? Nagyon szeretlek titeket, nagyon. De aranyos vagy. De drága vagy. De aranyos vagy. És ezt ismered ezt a dalat? Persze, ismerem Ösztös Meger zeni. Hát szoktam hallgatni. Az egyetemen részegen ezt éneklitek nyilván, ugye? Nyugodtan vállalhat. Nagyon jó. Jó, gyerekek, addig énekelje, Mustafa még ide nem ér a tek, tehát siessünk a hírekkel. Van, jó, gyorsan, hogy nehogy aztán... vissza kell vinni megint ásotthalom, mert... Mustafa, akkor a hírek után te jössz, készüljél, nézd át a szöveget, és akkor megnézzük, hogy Mustafa Egyiptomból, aki két éve itt él Magyarországon, mit énekel, jó? Jövünk mindjárt a hírek után, egy perc, pontosan 8:30. Na gyerekek, itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva, hello mindenkinek, drága új felszállók, új leszállók, ja tőlük már nem tudunk elköszönni, meg már elmentek, viszont köszöntjük az új felszállóinkat. Itt vannak alul, szevasztok, ki az, aki nyert, tudjátok-e már, ja lehet bontani a borítékot. Nyugodtan, aki nézzük. Kapott borítékot, nyugodtan bontsa ki. Aki, hoppa, hoppa, hoppa! Aki nem kapott, kérjen. Hát köszönöm szépen, hogy a névnapon a ponti ajándék. Na, mi van a borítékban, tudni volt akarjuk. On. Volt on, egy újabb felszálló, aki volt on jegyet kapott. De jó, de örülünk. Hátul sonka szendvics 200. Itt volt fesztiválos pólók, voltos a Rádió 1-es ajándékcsomagok, volt fesztiválos pólók. Itt egyelőre így állunk, meg Mustafa áll és vár a karaokira. Mustafa nagyon vár, és Mustafát is nagyon várják. Igen, előtte gyorsan mondom, hogy az M31-esen az M0-ás felé, az M0-ásról 1 km román trailer csempe rakománya beterítette az ugya. Ja, utat, figyelj, mindenki kerülgetik el. Ezt Safi küldte nekünk. Köszönjük szépen. És hát a csajok fölültek ide előre is, ott is van még egy-két hely. Feri, ha nagyon tele vagytok, még ide fölküldhettek, vagy már nem, tele vagyunk, meg vagyunk. Na abszolút. Most akkor mehet, vagy nem? Nem, meg vagyunk. Ja, a pufisrácok, nem, sajnos hátul már nincsen hely. Igen. Gyerekek, lefotóztuk a rákot, ami itt a Városligeti műjégpálya előtt hadakozott a nénivel. Ez nem egy kicsi rák. Nem. Egyébként. Nem. Ez elég nagy rák. És ez tök jó, hogy van nem egyébként, tudom, mert azt jelenti, hogy tiszta a víz, mert a folyami rák az csak hát, abban vagy él meg. Vagy menekült. Vagy, igen. Ja, lehet, hogy már nem tiszta és elhagyta a területet. Igen. Én azt javasoltam a néninek, hogy ide a közel ilyen kis csónakázó tóba, vagy tavacskába dobják bele, de hát azt mondtátok, hogy nem túl jó ötlet. Gyerekek, egyébként én nem láttátok, mi történt itt a háttól a buszban, de úgy érzem, hogy ez egy gyönyörű barátság újabb fejezete, ugyanis János felütötte a sonkás szendvics dobozt, és megkínálta Ábel. Nem lehet tehát ilyen nagyvonalú. Itt azért a háttérben egyébként egyfajta fura barátkozása, egyfajta fura kapcsolat felvétel zajlik, János megkínálta Ábelt. Én azt hittem, végigmész a buszon, mindenkit körbe kínál. Nem, mert az ülés alatt találtam. Igen, de hogy megkínálta Ábelt. Mi pedig akkor mit tudunk mondani, mi drága hallgatóinknak, mi a következő megálló? Mert a buszunk elindul, gyönyörű a Városligeti tó is. Kérlek szépen, köszönöm szépen a kérdést. Fölmegyünk a várba, érzem, kell érte, hogy hova megyünk? Találva, nagyon-nagyon szívesen elmondom neked, hogy a Hősök teréről, így van, köszönöm szépen, eletted a kenyerem, nyugati pályaudvar, nincsen túlságosan messze, és utána pedig Bazilika, hát elviekben ott be kellene fejeznünk, de én kaptam egy olyan ígéretet, hogy ma még a Citadellához is fölmegyünk, illetve Újpesten, mert oda kell mennem sütiért, lúttal kontrollra, hogy hatottál lúttal betét. Egyébként igen, még egy vár benne volt. Igen, legalábbis mi kaptuk. Én tökre örülnék. Igen, csak szóltak, hogy mégsem mehetünk oda. Nem, tényleg nem mehetünk a város, mert én meg akartam nézni az Őrségvárt, ezt az Andrássy palota előtt. Igen. Hát, vagy Sándor palota előtt. Hát nem is tudom, hogy hívják. Hát most ki tudja, hogy milyen neve egyébként, de őrizni biztos, hogy őrzik. De tudom, hogy mi lesz. Egyébként csak valami a szép művészet is gyönyörűen megcsináltál. Nagyon szépen. Hát, szenzációs lett, nem az a műcsarnok, amit nézel. Ja, köszönöm. Bara. Nem, de tényleg gyönyörű lett. Nagyon szóval, szép. Aki tud, az jöjjön el, mert állítólag lélegzet elállító belülről. Mi mindig beszéljük a Vicky, hogy jövünk, sose jutunk el, de hogy nagyon szép lett, előtt gyönyörűen megcsinálták, felújították. Nagyon szép. Kívülről se rossz egyébként. Nem, igen, ez a műcsarnok János. Oké, na, mi a helyzet Mustafával, Feri?
ott van még Mustafa? Hogyne? Ah, itt vagyok. Hát persze, hello. Sőt, nagyon várja, hogy énekelhessen. Mustafa. Alig várom. Mustafa, mióta élsz pontosan Magyarországon? Hát majdnem 3,5 éve vagyok Magyarországon. Három és fél éve tanultál meg ennyire jól magyarul? És Egerdől megtanultam. Basz, nagyon. Szebben beszéled, mint Elek Zoli bácsi. Nagyon, abszolút, tényleg. De hogy mi ezt te olyan szépen megtudod magadtól, tehát nem is jártál nyelviskolába, csak amit így összeszedtél barátoktól, ismerősöktől. Igen. De nehéz nyelv? Baromi nehéz, gondolom hát én. Hát nagyon nehéz, igen. De nekem nem volt a probléma ez vele, azért, hogy ez kihívás. Hát az igen, de 3,5 év alatt ilyen szintre az gyönyörű. Hát imádom Magyarországot. Igen. Te jó. És mivel... Alexandriából jöttél, ugye? Igen, Alexandriából. Alexandriából származás vagyok, igen. Igen, és mivel foglalkozom, Mustafa, mit csinálsz? Hát vállalkozó vagyok, igen. Vállalkozó vagy. Ha, és milyen vonalon mozgunk? Hát telefonokkal foglalkozom. Telefonokkal! Wow! Szervizés. Nagyon helyes. Cselebere. Megy a biznisz? Hát hála Istennek, igen. Hát. Nagyon jó. Jó, és hogy csinálj Rúzsa Magdi? Hát ez nem egy megszokott dalválasztás. Vagy hát igazából kérdés, hogy Mustafától mi lenne a megszokott? Azt a magyar zenét hallgattam amúgy. Aha. És valahogy Rúzsa Magdiát hozzá közel. Hát szeretem Rúzsa Magdolna, Kovács Kacsi, Máté Péter, minden Kacsi? Is. Kacsi? Ja, ő Kovács Kati. Te jól mondtad, mondjad, hogy mondtad? Hát Kovács Kacsi. Kovács Kacsi. Aranyos. Akkor te az ilyen lirikusabb, ilyen komolyabb előadókat igen, szereted. Retro zene, igen. Retro is a szerelem ezeket. Igen. Mustafa akkor egy érzelmes fiú, Kovács Kati, igen, Máté igen. Péter, hát akkor azért ez Kerozin. Igen. Na jó van, Mustafa, voltál már valamelyik fesztiválon egyébként? Eljutottál valahova? Nem voltam sem. Egyiken sem? Egyiken sem. Tehát akkor új... Az először nekem, igen. Úgy lennél, tehát először lennél a Volt Fesztiválon. Igen. Aha. De el tudsz menni. Hát persze, bármi. Micsoda, bezárja a kisboltot, érted, viszi a telcsiket. De hogy is van bent alkalmazott ezért. Ja, igen. Igen. Majd ott egy Majka koncert alatt lecseréli az alaplapokat. Igen. Kabátból árulja a telefonját. Na jó van, Mustafa, hát akkor énekelj nekünk. Jó. Biztos, hogy a Rúzsa Magdi? Nem akarsz ami kicsit vidámabban? Nincs a listán valami? Mi a szerelem? Nem volt, hát kérdeztem, van Kovács Kati, akkor azt mondja, nincs. Nem volt, hát Kovács Kati nem lép fel a Volton, igen. Elsősorban sajnos. Ugye olyan előadóink vannak, akik fellépnek a Volt Fesztiválon. Na, hát akkor gyerekek. Jó. Ez egy történelmi pillanat. Na, Mustafa, meghallgatjuk, hogy énekel. Jó, indítjuk a dalocskát. Igen. Ebben nem tudok segíteni sajnos, mert nem ismerem. Hála a Istennek! Ja, akkor jó. Feri kis. Feri gitározik, igen. Nyárban olvad a manna szemegyek. A valahoz ér. Nálam ő nyert. És minden percben jár van. Ja, már énekel. Csókot pihen az agyban. Lassan ébreztem hátha. És az ajtó útlér. Ajtó van utolér, igen? Miért a szerelmes bajok felét? Ugyanitt fóliázás. Ja. Várjál. Ugyanitt. Teljes memóriatörlés. Ne itt így szöveg, ja. Megvárjuk. Alaplap, lopcsere. Előlapte. Miért szerelmás fajok beléd? Te kártya független legény. Hopp, kidurrat egy lufi. Á, már mindenki tombol itt alul, gyerekek, figyelj! Mert szerelmás fajok beléd. Nokia. Ez az. Samsung. Huawei! Igen. Még egyszer Huawei! Hát latült ott a Huawei. Figyelj! Lotfi meg itt látjuk, nagyszerű, és... Figyelj, jön a második verszak. Nyárban rádújtottunk a páran. A fos csak vitorlázgat. Úgy kütöttünk felé. Körökösbe mentünk át. És minden percben nyárban. Ez a tok érzem, átfogod a vállam. Hátra bőlve várlak. Tök cuki egyébként. Kós az átba ér. És lassan nyugszik a város. Látom a szemed város. Azaz. A hetedben káros. És még semmi sem ettem. És miért szerelmes vagyok beléd? 5000 ér átfaszem. Szerelmes vagyok beléd! Még jobb átéréssel, figyelj! Száráljaj!
Ha jelkódos, megoldjuk azt. Találj más bajok felé. Na még egyszer, törlünk mindent gyorsan. Megszerzel más bajok felé. Mustafa! Köszönjük szépen! Aranyos egyébként. De jó tök volt. Tök aranyos. Nagyon aranyos jó volt. Fé, ez a dal, ez magyarul is rohadt nehéz. Igen. Már magyarként igen. is, mert olyan furcsán lép be a művésznő, úgyhogy minden tiszteletem. Igen. Jó abszolút. Vagy. Köszönöm szépen. Soros Gyuri bácsi is gratulált. Nagyon köszönöm szépen. Hogy már Gyuri bácsi is gratulált neked. Mustafa, van egy ajándékcsomagod, és el kéne dönteni, gyerekek, hogy ki menjen egy volt bérlettel. Hát figyelj, óriási harc van, mert ugye volt a Beatrice, azt se tudtuk, hogy hol van, tehát ott is nagyon ügyesen lépkedtünk be, de az egy körülbelül, és hát Mustafa mindent elsöprő nemzetközi előadás módja. Én továbbra is támogatom azt, amit az előző órában csináltunk, hogy adunk egy darab hetit Mustafának, egy darab hetit meg neked. Mit szóltok hozzá? Tökéletes. Nagyon szépen köszönjük. Elfogadjátok? Igen. De óriás boldogság van Mustafa arcán, mintha egy vadonatú Nokia-t vett volna 50 forintért a boltba. Tehát legalább ugyanolyan. Igen. Jó, úgyhogy megvagyunk, akkor mind a ketten mentek a Volt Fesztiválra. Jó. Van köszönöm. Neked barátnőd, Mustafa? Igen, van feleségem. Feleséged igen, is van. Magyar feleségem van. Nagyon jó, neki venni kell egy jegyet, hogyha akarod vinni. Jó, rendben. Szuper. Na. Gyerekek, az Origo munkatársai ezt már meg is írják, 9 órakor Mustafa nyert a Volt Fesztiválra jegyet. Balázséknál, micsoda dolog ez így a formában. Mustafa, szeretünk, imádunk, jössz velünk, maradsz? Le kell szállnod, vagy tudsz velünk jönni? Persze. Nagyon helyes, akkor maradj velünk, és akkor 10-ig itt vagy te is, jó? Ha meg akarsz ugrani a boltba, arra kanyarodhatunk. Szóljál, ha valamelyik... Mikor nyitsz, 10-kor? Nem, 8-tól. Ja, hát igen, jó ember dolgoz. Egy igazi rendes telefonos kinyit 8-kor. Hát az nagyon helyes, persze, igen. Hát jönnek a vevők, meg jön a szerviz. Mustafa, köszönjük, megvan az ajándékcsomag, nagyon jó. Én is köszönöm. Gratulálunk, köszi, ciao, szeretünk, imádunk, hello. Sziasztok. Ciao, köszönjük szép szépen. Volt. Fiúk, a következő órában van még akkor egy ilyen karaokeink, ugye? Igen, egyébként tök helyesek voltak mind a ketten. Nagyon jók voltak. És jó ez a megosztás, mert akkor Mustafa is életében először elmegy a Volt Fesztiválra, tök jó, a másik hallgató is, aztán majd, ha valakit visz magával, akkor azt már napi jeggyel, vagy valahogy megoldja. És írják itt egyébként többen is, hogy csillag születik elődöntő, és tényleg az a színvonal. Igen. De várjál, mert mindig azokat a részeket nézik a legtöbben, tudod? A vicceset. Két szomorú csajjal ülök itt, mert nem kaptam. Ne, nem megyek. Azért, mert nem látják a Janit, ez az egyik, a másik meg pedig nem. Pedig ülök mellettük. Nem lett jegy, ugye? Igen. Nagyon szeretnétek? Nagyon. Mit vagytok hajlandóak érte megtenni? Most ez a kérdés jön föntről. Mit kéne? Ja, azt nem tudom, én csak így bedobtam, hogy mondom, ha van rá igény, érted, akkor itt valamit összedobunk. Hát itt egy sokat próbált biztonsági őr mellettem. Ő jelentkezett, hogy ennél a kérdés. Honnan jöttetek, csajok? Vácról, tényleg? Vonattal, tegnap indultatok? Hol szálltatok föl most a hősökkel? Őszintén, hány százalék miattunk, hány százalék a volt jegy miatt? Én már a pirítós óta hallgatlak titeket. Ez most nem hallott. Egy lelkes rajongó. De jó azért ezt hallani. Igen. Okay. És 20 éves vagyok, szóval. Igen, de ez de attól függetlenül rohadtul kéne a jegy, ugye? De. 20 éves vagy. Hát igen. Akkor még téged szoptattak. János. Már nem, hát nyilván ja. Csecsemő. Hát nagyjából igen. Tehát akkor születtél, 9 amikor éves kezdtem. Volt, amikor indultunk. A hát engem 9 évesen még szoptak. Hogy hát ha bejön. Nőjön már ez a gyerek. Mi nőjön a már ez a gyerek. Igen. Fogamá van, mert 6 egy testvéred volt, és 4 béranya szoptatott. Az Istenek nem indultál növésnek. Már rongyolódik rajta a rugdalózó, de még rohadtul nem nőtt semmi. És a lányok most nagyon el vagytok keseredve, hogy nincsen volt ilyen? Nagyon. Hozzá az ízés. Milyen sírva fakadom. Kit néztetek volna meg, vagy kihez mentetek volna leginkább? Follow the flow. Ti szeretitek a Bernáthegyi arcú szoború fiúkat egyébként? Igen, nagyon csípjük őket. Csípitek őket. Egyébként tök jó zenét csinálnak, meg hát baromi sokan vannak a koncertiken, nagyon tehetséges brigádról van szó. Imádják őket, így van. Jó, figyeljetek lányok, meglátjuk, mi maradt 10 után. Jó? Tudtok maradni? Igen. Megnézzük, mert azért mi sok mindennel készültünk, aztán itt lehet, hogy még egy-két dolog a tartsóban marad, akkor megnézzük, hogy mit tehetünk. De akkor már nem lesznek itt olyan sokan, és behúzzuk a busz tetejét. Álmodik a nyomor? Igen. Na, gyerekek, Azerbajdzsán Magyarország. Hát azért ez EB-selejtező, jól mondom én ezt most, hogy EB-selejtezőn vagyunk, János, segíts egy kicsit. Az. Igen? Az, sajnos. Hogy állunk eddig, mi a helyzet? Nagyon jót olvastam Még bármi történhet.
jó szövetségi állunk. Kapitányunk elmondta, hogy nagyon megnyugtató, hogy nem fáradtak a fiúk. Mondtam, hogy senki nem szólt neki, hogy még nem játszottam már hetek óta. Nem, hogy még nem fáradtak. Mondom, azért ez milyen jó, hogy még a meccs előtt már ezt mondjuk, hogy még nem fáradtak. A 80. percben is ezt fogja mondani, akkor bizakodhatunk. De mert megint felelőtlenek vagytok, meg felszínesek, mert érted, edzőtáborba vonultak el az elmúlt hetekben, és hogy ott nem fáradtak ki. Ja, hogy nem, meg hát nyilván a bajnokságból pedig jönnek. Nagyon nyomták a PlayStation. Igen. Igen, a szegény a fiúknak van esélyük megnyerni a meccset, csak be kell kapcsolni a PlayStation, tehát ne legyünk egyébként gonoszak. Mi opvigyázatok, fa közelít közelről, mi a reális eredmény? Ért valaki a futballhoz, gyerekek? Segítsetek egy kicsit, akit ebben az országban itt jelentkeznek nagyon jó. Mondjatok nekünk, hogy nem minket lincseljenek meg itt balra egy fehér srác Ferencem. Köszönjük szépen. Vagy mi a reális nagyjából ebbé selejtező, hogy állunk, mi a helyzet? Hát múltkor megvertük márciusban a horvátokat, szóval egy 2-0 nekünk az sima. Egy 2-0 az reálisnak tűnhet. Igen, de igen. Nem jöttek el a horvátok. Igen, mondja. Hát, miért Azerbajdzsán horvát, ők mit játszottak? Ők még azt nem játszottak. Uh-huh. Hát akkor honnan tudod, hogy az Azerbajdzsán nem jobb, érted? Hát azért Horvátország mégis VB döntős volt, Azerbajdzsán meg ki se jutott. És mi volt a horvátok ellen az eredmény? 2-1. Ja, 2-1, igen, az siker, amikor megvertük a VB ezüstérmes csapatot, igen. Örömében sírt a Kolzsuzsi. Jó, Ferenc, azért ne felejtsük el, hogy ez nem a magyar ellen, meg a magyar csapat ellen, hanem az eredményt próbáljuk megtippelni. Most pont azt mondta a kolléga, hogy 2-0-ra mi nyerünk, ugye? Hát akkor te majd mondhatsz valami, jó, hogy ehhez hasonló eredmény. De a srácom Puskás Akadémia pólóban szerintem fizetett ügynök. Igen, és turulmezben van, úgyhogy nyilván ide is beépültek már, úgyhogy vigyázni kell, hogy mit mond. Jó, szóval egy reális 2-0, azzal hozhatjuk? Igen. Aha. Gólszerzők. Szoboszlai meg legyen Szalai. Hát gyerekek, hát a Szoboszlai nincs, hogy nem lő volt. Hát azért a Szoboszlai, ha beállítják, gyerekek, a Szoboszlai az emlékszel abszolút. Emlékszel a múltkor is milyen volt. Hát na, tényleg, ne vicce. Nálad csak a Torgele fut többet. Torgele játszik? Na, hogy játszom? Miért nem játszik a Torgele, gyerekek? Most küldték el az MTK-ba. Hát a nemzeti kincsünkkel, érted, így kicsesztek. Ez egy olyan jó szívű, egy olyan csupa szív csávó, én annyira bírom a Sanyit. Elküldik, aztán elmegy MB2-be, vagy... De miért bántak el vele ilyen kegyetlenül? Levezet, miért? Már levezet. Hát igen, se kezdte. Az MTK fiatalítani akar. A saj, de pont egy pontam Sanyit, hát ez olyan, mintha annó elküldték volna a Ferencvárosból Telekmancit, érted? Hát most komolyan mondom. Az MTK hova fiatalít már? Hát egy sikersztori mostanában az ott a... Igen? Hát figyelj, csak nézd utána. Komolyan? Aha. Nem, én nem akarok egy olyan világban élni, a Torgele már nem az MTK-ban játszik, tényleg. Egy csupa szív csávó. Ahol egyébként. Nem az NB1-ben játszik. Meg nem az NB1-ben. Meg az egyetlen gyerek, aki fut az egész nézőben. A Sanyi többet érdemel. Nem baj egyébként, ha egy köcsög vagy, tényleg. Csak tudjál focizni, érted? Tehát nem a... Ezt nekem mondod? De persze, jó, ha már magadra vetted, akkor... Nem, csak azért mondom, hogy nem az a lényeg, hogy valaki csupa szív legyen, hanem hogy tudjon focizni. De a Sanyi jó, én a Sanyi jó egyébként. Sanyi jó gyerek. Jól szerel. Jó, de Sanyi jó gyerek. Vízt, gázt, villany. Azt más szerel egészen. Ja, tényleg, igen. De milyen siker. Gyerekek, itt a nyugatinál ilyen alacsonyan vannak a fák, hogy ez így beér? Visszavágassuk őket, mire odaérünk? Nem, mert az a baj, hogy a Főkertnél a visszavágás az azt jelenti, hogy megint kivágnak 4 fát a körúton, úgyhogy vigyázzunk a Főkert munkatársaira, hogy csak óvatosan vágják vissza ezeket a fákat. Intézzük ide is egy tartsai csodát, lézerrel essenek neki. Gyerekek, itt még van egy karaokeing, csak mondom, 9 óra után, úgyhogy itt még páros bérletet lehet nyerni. Én is nagyon remélem, nézek Krisztinát. Igen, és a közben van. A lányok mutogatják nekem a volt offos borítékjukat, hogy tudunk-e valamit csinálni. Ha jó, viselkedtek, a végén kiderül. Ennyi őszinte mosolyt még nem láttam soha. Nem őszinte, hidd el. És 9 óra után lesz egy dalpremierünk is, csak mondom, hogy a Flórék megint csináltak egy új dalocskát, Lotfi Begi is beletette a kezét, reméljük ez jót jelent. Ők nem gyengék egyébként, 3 megállónként csinálnak egy új dalt. Tamáska Gabi featuring Flórral, és ezt a dalt mi be is mutatjuk 9 óra után, ez lesz az első dalunk, a dal címa Mi számunk, úgyhogy egy dalpremier is, micsoda? Ha megengeditek, ha nem maragszok. Ez a cím, hogy a Mi számunk. 0, 6, ez a cím, hogy a Mi számunk, igen. 0620 462. Igen. A Mi számunk, ez a dal címe. Jó? Aki pedig még jelentkezne Kereokira, az tegye meg majd, hogy jelentkezik Kereokira. Jó, ez szerintem ez... Ezt nem összeraktad, okos. Király vagy, ugye? Nem véletlenül vagy te az, aki... Írjuk, lesz később, használhatjuk még valamit. De csak jogdíjén. Üljük át a Leviéknek a Petőfire, szerintem megjelenek. 9 óra van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Nyugati tér ez a megálló, és aztán utolsó, hol? Az pedig Bazilika. Vissza? Hát igen, sajnos, de azt mondta egyébként nekem, hogy Judit, mi fölmegyünk a Citadellához is. Nagyon jó, hát akkor még lehet. Mondjuk ez lehet, hogy csak egy délutáni programnak kettőnknek, de... Igen, lehet, hogy privizni akar csak. 2 perc van, 9 óra, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Balázsék, milyen Balázsék? Fehér Balázsék. Gyerekek. Emberek.
Én azt gondolom, hogy most itt egy picit én megpihenek, mert ugye éveken keresztül az volt a resortom a műsoron belül többek közt, hogy kiszolgáltam a kedves hallgatóknak az igényeit akkor, hogyha eljöttek egy kitelepülésre, és megszórtam őket mindenféle ajándékokkal, de ebben a pillanatban, illetve nem ebben a pillanatban, hanem az elmúlt pillanatokban úgy éreztem, hogy vissza kell vonulnom, mert megjelent ismét valaki keletfelől nagy erőkkel, ő pedig nem más, mint Fehér Balázs, és elkezdte osztogatni az ajándékokat. Gyerekek. Istenem, hogy lehet valaki ilyen nagy? Ugye, megszórtam. A felső részt, beterítettem konkrétan labdákat, frisbeet, figyelj, az összes jegyeket még abból is kiszórtam néhány. Összesen nem osztottál ennyi ajándékot, mint most itt. A gyermekek sírnak, az asszonyok zokognak, mindenkinél van, volt jegy van. Nekik már nem jutott sajnos. Igen, mert ők már nem kaptak semmit, igen. Figyeljetek, nagyon, nagyon, nagyon. Akkora szíved van. Hihetetlen. Mekkora? Akkora. Láttam, hogy a mester hátul üldögél, érted, és nem oszt a népnek, akkor gondoltam, hogy helyettesítenem kell. A helyettesítenem kell téged, hogy megpihentél egy kicsit, de fönn mindenkit boldoggá tettem. Már. Gyerekek, közben vendégeink vannak, mert volt egy dalpremier, és beérkezett hozzánk Lotfi. Hello, jó reggel, szevasztok. Ha milyen jó, hogy így buszozunk, mert legalább be tudtok ugrani. Sziasztok, sziasztok. Hello, hello Gabi, ciao, hello. 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 Nem egyedül jött. Nem, Gabi is itt van velünk. Hello, Gabi, és ki reggel. Az, aki elaludt? És ki az, aki elaludt, ki az, aki nincs itt, ki az, aki megérte, de nem jött a floor. De hát igen, egyébként, hogy... ki az, aki Győrben aludt el, és nem tudja most hol. Na, ez a mi számunk, ez volt a dalocska. Így van. Egy ilyen tipikusan nyári dalra gondoltunk, ami így visszahozza a fesztivál érzést. Témaérzékenység. Nyáron ez egy nyári dal. Ez egy jó időzítés júniusra, hogy most jöttetek ki ezzel a dalocskával. Hamarabb kellett volna kijönnünk, de a vágónál egy picit elakadt a helyzet. De még azt gondolom, hogy épp időben jöttünk ki a dallal. A vágó Pista? Nem, a vágó úriember. Vágó úriember csinálta a dal. Aki vágta a videoklipet, igen. És Gabikám, te hogy keveredtél ebbe a történetbe? Nehéz volt, ez egy hosszú út volt. Jó, ez egy hosszú út volt. Ezt megértem, ez egy hosszú út volt, értem. Tehát egy olyan eseménysorozatok hoztak ide, amiről nem akarsz most beszélni. Értem. Te X-faktoroztál, Gabi, jól tudom, ugye? Igen. Igen, és hogy találkoztál Lotfival? Hát felhívta az X-faktor főszerkesztőjét, azt hiszem, de javíts ki, hogyha Lotfi, tévedem. Mindenkinek telefonál, hogy mindenki. Mondja valaki, akinek nem kell fizetni. Igen. És akkor mondta neki, hogy nagyon szimpatikus vagyok, és csinálna velem egy zenét, én meg nagyon örültem neki. Te meg nagyon örültél neki. Nem, abszolút nem örült neki, mert más világban gondolkodott a Gabi, de mondtam neki, hogy még hozom magammal a fluortomit, és ez most neked jó lesz, úgyhogy... Igen, de... tehát vagy énekelsz, vagy művészkedsz, vagy énekelsz. Vagy művészkedsz, vagy csinálunk valami dalt. Jól van, oké, mi a dalocskát már leadtuk, mindenki meghallgatta, úgyhogy innentől kezdve egy irodával arrébb a fly-nál kell majd. Hoztam. Csak mondom, hogy most éppen a változatosság kedvér külföldön, de ha tudsz vele egyeztetni, akkor nem. Oda teszem az asztalra. Nem neked kell számlát adni, a pénzt. Jó, oké. Lotfikám, buszoztok velünk, vagy leszálltok, mert itt azért most mi megyünk egy megállt a Bazilikához, megyünk vissza, döntsétek el, állunk itt egy 20 percet, ahol kényelmesebb, tehát nem muszáj eljönni. Én szerintem, mivel itt parkoltunk, ezért majd lehet, hogy kísérünk titeket. Mert ha maradnátok esetleg, hát amilyen tempóban gyártod a dalokat mostanában, lehet, hogy a Bazilikáig születik egy új, és akkor ott is lehetne egy premi. Mikor vagytok a Bolton, azért azt mondd el, az egy fontos info, hogy mikor játszotok. Ugye Rádió egy napon a nagy színpadon az Airi Mafia zenekar után, és a Majoros Péter előtt, és terveim szerint hozom magammal majd a Gabit is, meg hát remélem, hogy a Tomi odaér majd azért. Majoros Péter, ez a Subbase, nem? Az a mai... Ja, igen, nem is tudtam, hogy lesz Subbase koncert. Jól van, oké, hát akkor legyetek ügyesek, és csókoltatunk benneteket. Sok sikert az újra. Köszönjük szépen, Lotfinak. Szia, Gabi. Ciao, köszönjük szépen. Hello mindenkinek, puszi. Mi pedig akkor egyébként mondjuk, hogy hát lehet, hogy az utolsó megállónknál vagyunk, mert hogy így az óránkra pillantunk, mire innen visszaérünk a Bazilikához. Lehet, hogy János, hát van egy rossz hírem, de ez a város kitérő, ez lehet, hogy akkor most na, így csak mondom, megyünk fel ellához. De figyelj csak, lesz, ha érted. Az van, hogy mi offolunk Balázs, és Jani fölmehet a Bazilikához, vagy igen, a Citadellára, vagy a várhoz, mert a busz oda megy, tehát ő egyedül, kényelmesen, senkitől nem zavartat, hogy szépen fölmegy. Okay. Sportos fiúk, sortos lányok irány a Citadella. Igen, mert hogy valamiért a busz ott pakol ki majd egyébként. Igen, ott van a kis bázisunk. Oké. Na gyerekek, ki az utolsó páros, csak hogy a maradék hallgatót is, aki itt kibírta az előző két pár kerókiát, és még vágyna rá, akkor kielégítsük. Találtál jelentkezőket, Ferencen? Megvannak, az első énekesnőnk neve. Rami. Rami, és közben itt a barátnődnek integettél. Ja, tesód, igen, feltően hasonlítottatok egymásra, de mondom, a barátnők is lehetnek ilyenek. Rami, a tesójával együtt, de nem duett lesz, vagy egyszer akartok... Lehetünk volna, de azt mondták, hogy csak egyedül lehet. Igen, így tisztességes és így böcsületes. Hát akkor te vagy az első emberünk, Rami, ő fog énekelni, de mit választottál? TNT. Kicsi gesztenye. Oh! Ne, már tényleg!
nagy dal. Most az van, hogy Rami, sírni fogunk. Hogy egyébként... Én kongázok, ahogy inti gyerekek. Itt jó, azt igen. Tudom, hogy jó, csak simán. Mondom a szót, hogy az ő gázsia 5000. Én meg kopasz per koncert. Nem, hogy egyébként szemetek lesztek, mert most lesz egy tök nagy TNT koncert a parkban, egyébként nem sokára, és állítok, ginti mikrofonja is be lesz kapcsolva, úgyhogy... De csak a szünetekben. Ja, mert hoz elemet? Szeretjük, imádjuk őket, meg jó bulit csinálnak egyébként, Ákosék nagyon jók a színpadon, szóval azért tegyük hozzá. És mit énekeltek a TNT-től? Kicsi gesztenye, ja, ez lesz. De Rami, te még meg se születtél akkor, amikor ez más sláger volt. Hát lehet, de én nagyon nagy TNT fan vagyok. És nincs valami bakasdal, vagy rendőrnő, vagy titkos üzenet? Titkos üzenetet nem akartok... Titkos üzenet nincs. Nekem nincsen. A kedvencem a... Hú, melyik is? A Hova visszahajó? Hova visszahajó? Uh-huh. Á, egy gyönyörű dal. Uh-huh. Hát azt már nyilván a fiúk is megbánták azt a dalt. Jó. Nem, az egyetlen. Hova visszahajó? És ilyen kicsi gesztenye, pont ezt a szomorú számot raktuk be. Miért lenne szomorú? A Szerelem című dal se volt szomorú az előbb. Ez meg egy szerelmes, úgy imádom az illatod, ami úgy elragadott. Hát így kezdődik. Hát lehet ez szomorú? Hát, meg akkor a jogdíj mennyiség után nem volt a szomorú senki. Az biztos. Ákos, vajon még mindig a fürdőkádban üldögél egyébként? A Rudikkal? Gyerekek, elindultunk közben, csak mondjuk, hogy... Ja, ide jó, igen, és most az Oktogon irányába tartunk. Igen, hoppó-hoppó buszjáratunk, elindult az Oktogon felé. És akkor jöjjön az első dal, tényleg, kíváncsiak vagyunk. Ezt most kicsit úgy konferáltam, mint Dévényi Tiú bácsi a retrón. És már Reni rásza magát, igazi sztár. Jó, egy párját, micsoda dallamok, gyerekek. Ez biztos, hogy nem nyúltál. Ez nem volt honnan. A bevezető résznél már az egész alsó rész rázza. Igen? Igen. Mármint hogy? Hát tölnök alatt. Úgy. Úgy imádom a illatot. Még jó, hogy rajongó vagy. Jó, gyerekek, ezt már most érzem. Ragadott, ezért örökre rakod, maradok, de neked minden szabad. Táncolni tudsz? Ezt is megteheted, hát érez csak jól magad. Kérdezik, hogy Mustafa után TNT, ebből nem lesz belőle? Kicsi gesztenye, barna a szeme, úgy mosolyog rád, mint a te is tudnád. Igen, most kicsit belezugsz, aztán minden ugyanúgy. Hú, baby sisters. Megy majd most tudjuk lengedelni. Figyelj, köszönjük! Reni tesója! Milyen érzékkel szóltam bele, éreztétek? Igen. Ott volt egy pont, ahol bele közben lehetett amatkozni. Pont elfogyott a szöveg. Igen, és látom, hogy egyébként itt a tenészkörű 81-ben hárman rituális öngyilkosságot hajtottak végre. Nyilván ők is a műsort hallgatták, és abszolút megértjük, hogy nem bírták ezt tovább. Lányok, jók voltatok? Ki az, aki besegített? Ki az, aki segített? A tesó. Tesó besegített egy kicsit? Gabi. Gabi, jó, kettőtökre ez már összeállt egyébként. Úgyhogy nem volt ez rossz. Nagy TNT fenek vagytok egyébként tényleg? Nagyon szeretjük, igen. Igen? És inkább Ákos, vagy inkább... Mindig elmegyünk. Inkább Ákos, vagy inkább Inti? Ákos? Igen. Szegény Inti. És zenét szoktatok hallgatni? De rohadt. Korda Gyurit nagyon. Gyuri bácsi. Híves darabok. Minden koncertjére elmegyünk Gyurinek. Hát Gyuri kell is egyébként. Neked Gyuri bácsi. Gyuri bácsira kell is. Jól van, oké, mi a másik dal? Most már nagyon várjuk. Mi az, hogy másik dal? A másik karaoke-sunkat se találom. Ja. Laci, hol a másik ember? Lehet, hogy ő is kiugrott, vagy lelocsolta magát benzinnel. Ja, gyere, szívem, cseréljetek. Sajnálom, az én 160 centimmel. Na, de milyen 160 centim? János elindult lefelé. Mi a keresztneved, drágám? Zsú. Hello, Zsú, honnan jöttél hozzánk, Zsú? Pécerről jött hozzánk, Zsú, és hol szálltál föl a buszra, Zsú, hol kaptál el bennünket? Ferenciek terén, mm-hmm. Igen, ott is volt egy megálló. Na jól van. Zsú, okay. A péceli pöröly, hogyha úgy énekelsz, jó? Majd meghallgatjuk, nem tudjuk, mi lesz belőle. Mi a dalválasztás? Remélem Slipknot. Edda! Istenem, mondd, hogy a hűtlent, abba be tudok nem, segíteni. Nem, a kör. Ne, a mi vagyunk a rockot, és akkor tényleg kiugrok. Mi lett az Eddától? A kör, most mondom, kör. A kör. Jézus, már megmondom nektek, őszintén figyeljetek, kerestük az izének a Pataki Attila mulatos kazettáját, hogy hívják be, de nem sikerült karaoke-ba megtalálni. Nem, úgy tudom, bezúzták mindegyiket. Nem, elvitték a gyík emberek. Igen. Azt hallgatják az Androméda ködben. A Tau-Cetin dedikál. Igen, már a lófej ködben van Attila. Ott adja ki az új albumát. Na gyerekek, én viszont ennek örülök, hogy végre egy kicsit rokkosabb vonalon is megyünk, mert ezért a volt egy csomó rokkos előadó van. És eddig TNT, meg Rúzsa Magdi, tehát legyen rock dolog. A kör azért, legalább az Edda nyomokban azért rockot tartalmazott régen.
Tehát azért voltak jó dalaik. Igen, van most ez az egészség tudatosabban alatt viszi most a gabonakör, de... Jó, de azt tudod, hogy gluténmentes. Azt tudod, hogy abszolút gluténmentes egyébként. Így van, és tiszt érzékeny, tehát zeneileg ugye azért megkérdőjelezhető. Jézus, Atya Úristen. Na, ja Istenem, menjünk akkor. Nagyon várjuk a Kör című dal, gyerekek, ahogy Juhász előtt mondta, az élő adás. Élő adás varázsa. Halljuk akkor a Kör című dalt. Köszönjük. Ed a művek. Ed a művek. Miskolc. Ó, hát milyen kemény. Fogadják szeretettel a pénzszeri pörölj a szút. A magyar Steve Lukather! A magyar Steve Lukather, gyerekek! Nem, a magyar alapi István. A magyar alapi István, beceneve Steve Lukather! Ott lesz a Totó koncerten, ő is. Már nem a Lukather, hanem az alapi. Miért a Lukather nem jön? De, megyünk a Totó koncerten. Hát, megyünk. Figyelj magasra a kezeket! Várjak! Közepén állok! Körbevesznek jó barátok! Körbevesznek jó barátok! Rosszak! Közepén állok, így könnyen eltaláltok, így könnyen eltaláltok rosszat. Nagyon jó, jó. Hú. Ha egyszer odébb állok a közepéről, majd hiányzom, rohan többé nem találtok rosszat. Ez jó ez a dal, én ezt szerettem, hallgattam osztály kirándulásra egyébként, imádom a pokolgépet. Ha egyszer odébb állok a kör közepéről, majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszat. Vononja lábot. Vononja lábot. Úgy vagyok, de bátor. Pofonoktól ég az arcom, pofonoktól piros az arcom, kaptam. Azt kaptam. Nem adom fel, tudjátok. Láthatatlan lapos sumákok, Istenem, de sokan vagytok rosszak. Még egy refrént várjuk. Ha egyszer odébb állok az erdőzetéből, majd megtaláltok, rám többé nem találtok rosszak. Ufókok, ufókok, igen, perek, ufókok. Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszak. Hey, gitár! Pokolgép, mobilit, Hiroshima atombomba, imádkoznak Esztergomba. Tik-tik-tik. Zsú összeesett. Azt nem csodálom. De ez az oxigén hiánytól van, ami lent mindenkire jellemző, mert nincs mindjárt nagyon nyitva ablak. És egyébként törjön le a keze annak, aki megbüntetett. Ezt üzenem, így mert van. Hogy indítottam parkolást, de nyilván rossz körzetszámra. Mert a Feri nem a jót adta meg. Hát akkor engem is megbüntettek. 0602 az volt kiírva. Igen, hát akkor lehet, hogy egy tegnapi SB. Ja. Jó, na, ki nyerje akkor? Hát gyerekek, nehéz felesbe. A döntés, felesbe ugyanaz volt, nem? Így van. Nekem anyukám nem fizeti ki. Oké. Okay. Jó, akkor benne vagytok feles. Jó. Oké, okay, egy ide, egy oda. Atis miatt nyerjen az, akinek volt svájci bankhitel. Igen. Valaki csak ennyit küld. Híha, Kodály országában. Bizony. Fél tíz van pontosan, mindjárt jövünk vissza a hírek után. Gyerekek, szórtam, lementem, lent is szórtam. Komolyan mondom, a Fehér Balázs egyszer úgy tör elő belőlem, mint nem is tudok hasonlót. Hol volt ez eddig ez a fiú? Iguazú, érted, Argentina és Brazília. Fehér Balázs. Most itt vagyunk már a Bazilikánál, be is ugrottam egy pár percre, hogy megkérdezzem, hogy kinek, melyik szentnek tudnánk levenni a szobrát és helyére oda tenni. Őt, magát, de ilyesz, hogy őt, az összesre, magát, őt. Az összesre. Ma az megszállt, összesre. Megszállt valami jó jótékonyság, vagy megszállt valami jó. Szent Bazilika. Szent Bazsilikát, igen, ezért lehet, hogy ha belenéztél, akkor téged is megáldalak, te azt bele kell nézni. Nem, az a mélység az számomra elnyelne, komolyan mondom. Ha már itt vagyunk, használd ki és nézd meg a bazsilikát. Gyerekek, itt nagyon helyesek a hallgatók, képzeljétek el, hogy visszaértünk egyébként a bazsilikához. De most az van, hogy hallgatóink effektíve nem akarnak leszállni a buszról, ezért most felajánlottuk nekik azt, hogy 10 órakor még ez a busz felmegy a várba, mert ott bontják majd a technikát, meg mindent, és a Citadella, bocsánat, jó, magas. Nem azóta változatokról, egyébként. Jó, nekem mindegy. Cseperre mennek ki. és oda is azt mondták, hogy még oda is felmennek, mindegy, hogy ha bontanak, ha mi már nem vagyunk ott, nekik ha leszállunk. Mindegy, csak ingyen legyen. Itt igen, közben a játékosunk is megérkezett, szóval gyerekek, egyébként meg nem volt dugó, tökéletesen jól végigértünk. Bizony. Nagyon jól végigértünk. Kiürítettük a várost a tiszteletedre, Fehér Balázs. Igen. Igen, lezártuk.
De nagyon szeretem, olyan az egész, mint egy ilyen love parade, tényleg buszra felszállunk, buszra leszállunk, kukik vannak, zene van, igen, abszolút, mindenki, igen. Na, itt van a játékosunk, hello, jó reggelt, jó közel a mikrofon, jó hello, ciao, hello, jól hallottam éppen az instrukciót a gyereknek, nem kell beszélni, hello, hogy hívnak, ciao. Bea vagyok. Bea, jó, őt nem nyúzzuk, mert ne, tudom, Péter. Hogy Péter, de Péter nem nyúzva, a kisgyerekek nem szeretnek szerepelni, ezt tökre megértem. Jó? Mindjárt jön a segítség, és ott jön édesanyám is, úgyhogy... Nálam van az vagyunk. Internet. Ő az ész a csapatban, vagy nála van a Google? Igen. Hol szálltatok fel? Jó közel. Nyugatinál. Nyugatinál? Hát akkor ti viszonylag rövidet jöttetek. Igen, viszont tudtatok. Itt dolgozom. Nagyon jó, hát akkor közel az egy kellemes történet. Mama is megérkezett Legám. Közben. Hogy hívnak? Takács Éva. Éva, szia, hát kezdj csókolom Éva. Hello, volt on, jól látom, hogy volt belépő? Igen. Oh, nagyon jó. És ezt magadnak nyerted? Magamnak. Óriási, imádlak. Voltál figyelj, valaha Éva, a volton? Soha, se melyik fesztiválon se. De nincs Karel Gott, meg Kadlott Karcsi, csak mondom de azért, Korda hogy... Nem volt, de Beatrice volt. Jó kis Feró, igen. Jó lesz egyébként. Feró az jó nekem. Feró jó, és Feró jó zenét nyom, és óriási fesztivál bulit egyébként. Jól van. Közösen nyertetek egyet, vagy te is nyertél? Én is nyertem egyet. Gyerekek, hát itt már mindenkinek a gyerek pólót kap. A gyerek pólót kap? Jól van. Oké, na figyeljetek, nagyon könnyek a kérdések, hogy nevezik a hordó oldalát alkotó deszkákat, ezt hogy hívják? Mi az? Donga. Donga, így van. Így van. Donga. Nagyon jó. Megvan a rádió egyes ajándékcsomag. Megyünk tovább. Jimbeg a következő kérdésért. Nem én, milyen nemzetiségű labdarúgó csapat veszített a Bajnokok Ligája idei döntőjében? Kik voltak, akik kikaptak? Milyen nemzetiségűek voltak? Igen, ezt meg sem hallottuk, aki kitelepülésre való tekintete. Vannak hát egy hopo-hopo form, érted? A spanyol nemzetiség spanyolok, is felszállnak. Jó, mondta, nem ez a kérdés. Nem. Mind a két csapat azonos nemzetiségű volt, talán ezért érdekes lehet. Beugratosnak tűnik, de egyébként marhára nem az a kérdés. Mind a ketten angolok voltak. Ja, akkor angolok. Angol! Úgy lehessen, ez jó éva, jaj, hogy kicsúszott a számon, ha nem figyelek. Hogy értetek a focihoz? A betárját, jaj, de jó volt. Melyik televíziós sorozatban szerepelt együtt Emilia Clarke, Sophie Turner, és fingom nincs, hogy ki a Lina harmadik. Lina Hidi. Ja, Lina Hidi, így van. Lina Hidi. Ők az igazi nevük? Igen. Ja, igen, mert nem emlékszem Lina Hidire a sorozatból. Így van. Okay, nehéz kérdés. Most ért véget, és nagyon nagy hype volt a sorozat körül. Csak a Zulejmále. Az? Nagyon nagy hype volt, és sárkányok, kardozás. Trónok Mama berúgta a csapatot, még egy rádiógyes ajándékcsomagotok is van. A volt jegy mellé, a frisbee mellé, gyerekek, komolyan mondom. Hát ez nagyon szuper, köszönjük, örülünk. Szépen. Jó? Együtt mentek akkor majd a voltra? Igen. Igen? Mindig anyáddal bulizol? Nem. Nem? De ez jó, ez most legalább egyszer anya-lánya program. De ez egy tök jó egyébként, jó? Mama iszik egy fröccsöt. Kettőt. Négyet. A gyerek is iszik egy fröccsöt, bemegy a Beatrice-re, te mit nézel meg? Mindent. Nagyon jó. Egy tudatos volt fogyasztó. Elviszem a gyerek egy gyereknapra. Nagyon, sem, nagyon jó. Így kell csinálni. Érezzétek jól magatokat, és gondoljatok ránk, jó? Köszönjük szevasztok, szépen. Puszi, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, szépen. Sziasztok. Örültünk. Hello. Gyerekek, jó volt ez az Edda dal, lehetne a Busz közepén állok című feldolgozás is egyébként, igen. Oké, na, bár nem volt jegy a buszra, de azért szép reggel volt, írtanak a Mátyás, atya úristen, köszönjük szépen, jönnek a nap legjobb pillanatai. Gyerekek, mi azért egy karaoke-t beraktunk a nap legjobb pillanataiba. Ezt most nem adott komolyan. Hát de jó, mert jó volt. Jó volt, egy karaoke-t megismétlünk, Mustafa karaoke-ját ismételjük ja, meg. Ja, hát abból lesz, Lofty Baggy Mix. Mit kapunk? Egyiptomi ajándék, igen. Egy egyiptomi ajándék, ez a hórus szeme, nem? Igen. Ah. Védelmező. De ez szeme. Így mindig van nálad egy mindig ilyen? Mindig van olyan... Védelmező szeme, igen. Adok egyet. Védelmező szeme, jó. iPhone X-et tudtok cserélni előlapot egyébként? Meg... Persze. Tokod van hozzá, jó, akkor azt is megoldjuk. Kaptam egy védelmező szemet. Akarsz a makkodra, nehogy baja legyen. Azt nem kell védelmezni. Az olyan nagy, hogy vigyázz magára, mint az adósságaim. Vigyáznak azok magukra, olyan nagyok. Na jól van, szóval nem is vágtunk igazából másra ma reggelből, mint a buszozást, a hangulatot, az indulást, az utazást, és hát természetesen egy karaoke-t, ma azért nyilván kevesebbet témáztunk, és ti is éreztétek, de ezt mondtuk előre, hogy ez ma kicsit más lesz, úgyhogy jöjjenek apró kicsi hangulatképek a ma reggelből. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Gyerekek, a busz megtelt, az a helyzet. Úgyhogy hát ez majd ilyen becsületességi alapon megy, hogy első felszállók azok majd forró búcsút vesznek tőlünk, leszállnak. Igen, ahányan igen. Vannak a következő megállóban, annyian leszállnak. Ha nem, akkor ledobáljuk őket, ha nem, akkor jönnek kollégák és komolyabbra veszik a dolgot. Becsületességi alapon megy, de hát nem számítottunk, hogy már most tele leszünk. Nagyon rendes. Konkrétan alul fölül megtelve. Gyerekek, körbenézik, megnyugodva látom Ábel, köszönjük. Szia, Jani, jó reggelt! Jó reggelt! Szia. A következő megállónál az első felszállókinál hátulról majd.
tisztuljanak és adják át a helyüket. Igen. Gyerekek, hát induljunk el. Annyi, hogy nem szabad felállni, mert viszonylag alacsony vannak a közlekedési lámpák. Ferenc, te veszélyben vagy, mert az első lombkoronát fogod lebontani a fejeddel. Az semmiképpen, nem. Szakadást fog okozni Feri a homlokával. Hoppá! Szabó úr! Úgy hívják a sofőrünket, hogy Szabó úr. Gyerekek, hát ez elképesztő. Jó az idő, süt a nap. Indulunk a Széchenyi Lánchíd felé. Gyerekek, hát azért ez itt hűvöske, úgyhogy én meg vagyok ezzel a buszozással is. Ugye, tulajdonképpen. Úgy vagyok, hogy egyébként igazából meg is vagyunk. Szóval ez is megvolt. Ajándékos dobozka mögötted, ha gondolod, vele kucorodhatsz. Szabó úr, ez egy rohadt nagy piros volt, csak mondom. Jelzem, hogy számomra ez a szín ismerős, de hogy azért azt hittem a hopon-hopon buszok egy kicsit szabályosabb a közlekedés. Feri, viszont tényleg ne állj fel, mert hogy effektíve az van, hogyha felállsz, akkor a közlekedés lába 20 centire van a fejedtől. Most sajnos fel kell állunk, mert szemből Sándor Palota! Na gyerekek, és fordulunk rá a Lánchídra. Azt a mindenit, hát ez marha jó. Lehet élesíteni a fasírozott a zsemjéket, így csak van. Kérdezem, ki hozott egy laza kis iskolateát, fasírozott a zsemlét? Van. Szalámis. Ó, gyerekek. Kenyér. Jó, van, sokat dumáldogassuk hátra. Na se, csak mi van benne? Szalámi. Gyerekek, vastag sajt azért. És van benne. Látom, hogy vastagon. És van benne. Ott van az első gólt belépő. Volt on vagy? Igen? Te jó. Ja, hogy már ez át is látszik. Jó reggelt. Hello. Hogy hívnak? Csík Vivien. Vivien, hello. Szia Vivien, vad on. Kivel mész? Mindig on. Kit viszel magaddal? Igen. Ez egy igen. Jó, ez egy jó beosztás. Rajta akkor, drágám, hello. Van egy 18-as karika, ez azt jelenti, igen. Hogy csak a fölött fogadsz be, vagy az a... Hogy van? Csak annyi, hogy elvoltam, szerencsére. Hát Isten értesse, csak most. Hát még március elején, úgyhogy. Március elején. Már meg volt a sok buli. Volt nagy buli, 18, azért ezt meg kell ünnepelni. Volt, hát volt. Túl jó sikerült. Igen. Eltörted a lábad? Komolyan? Hogy sikerült? Mit csináltam? Elcsúsztam egy papucson. Egy veszélyes papucsot volt, érted? De ott megtámadtak. A 18 az maradjon emlékezetes. Olyan jó sikerült, hogy... Emlékezetes volt. Hogy most sem erre a buszra akart felszállni, hanem a 15-ösre. Gyerekek, szóval így buszoztok? Ti minden igen. Nap így éltek? Hát nem aha. Így, mert az átlagbusz az nem nyitott például, de egyébként igen. Érdekes életérzés. Na. Egyébként. Milyen a buli lent, Feri? Mert óriási! Itt... Látlak benneteket, zsiványok, mert fönn van ám kamera. De jó! Wow, hello, Feri! Bizony lehet integetni nekünk. Figyelj, viszont tudunk egy olyan képet csinálni, hogy hozzáérsz a közlekedési lámpához, Feri, mert oda beáll a mi kis sofőrünk. Hát drága... óriási lesz, ahogy adjuk meg az áram. Léci, legyél troli. Nem videót csináljuk, hogy fölállok, érted, és a fa elvisz. Aha. Nem, jó, ahogy megráz az ipari áram a troli. Gyerekek, olyan ez, mint a Viva TV-n a megálló. Hát csak mondom, hogy a Fővám téren állunk, tele van a busz, gyerekek, süt a nap, komolyan mondom, tényleg. Jani jó. Még sose volt ilyen közel egyetemhez. Abszolút. Melyik az? Valóban, tényleg, te most vagy a legközelebb egy egyetemhez. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy jó a buli. Jó a buli, jó a buli, csak hát ugye tudjuk, hogy mi a baj jó. A bulival. Okay. Ez Gino is megmondta. De gyerekek, hallgatóink egyfele egy része leszállt, mások felszálltak, a busz továbbra is tele van, és mondjuk, akik vadásznak ránk, mert hogy itt SMS-ben többen mondjátok, hogy mondjuk már egy konkrét megállót, hogy hol leszünk, mert szeretnétek volt jegyeket nyerni és felszállni. Uh-huh. A Hősök tere az egész biztos. Tehát most ilyen nagyobb megállókat fogunk mondani, ott lesz egy nagyobb szünet, ott kicsit megállunk, fotózkodunk, kiszállunk, tehát a Hősök tere az tuti. A következő felüljáról lassítsatok, beugranék fentről. Gyere, várunk. Na és hol vagyunk, Feri, leugrasz? Benézek nem számítanak a pincére. Ilyenkor meg lehet őket, zavarni, akkor a mit csináltatok? Láttam, hogy nyújtatok a szát. Igen, itt vagyunk Ferenc éttermihez közel. Így van. Jól van. Írók boltja, itt nem sokára megjelenik majd az új könyvem is egyébként. Aha. Nem sokára, és itt az Írók boltjában dedikálok. Novemberben, egyébként csak mondom. Jönnek miről fog szólni a lesz könyv? Dedikálás is? Lesz dedikálás. Végre egyszer eljönnek a bértolókaid is. Mindig van egy 100 statiszta, akit el tudok hívni különböző dedikálásokra. Itt a Dombi a szomszéd kocsiban. De melyik oldalon? Itt van mellettünk. Dombi! Én nem hello! Látom. Nem bennünket hallgat. Ha bezzek, ha promotálni kell a rohadt előadásaidat, akkor... Ezt már rég meg akartam neked mondani, de pufi vagy! Nézd meg! Dobjátok neki sokkal szendvicset. De melyik kocsiban volt? Ott most fordult rá körútra. A hikomatban. Nem is integet, igen. Levél. Nem, hát ha hallgatott volna, akkor nyilván hallja, hogy nyilván bemondjuk. A Bödöcsöt hallgatja, hogy lopjon egy-két poénát. Ez egyébként nem baj, hát mindenki csinál. Semmi baj nincsen. Mi a helyzet Mustafával, Feri? Ott van még Mustafa? Hogyne? Itt vagyok. Hát persze, hello. Sőt, nagyon várja, hogy énekelhessen. Mustafa. Alig várom. Alig várom. Mustafa, mióta élsz pontosan Magyarországon?
Hát majdnem 3,5 éve vagyok Magyarországon. Három és fél éve tanultál meg ennyire jól magyarul? És Egerdől megtanultam. És Alexandriából jöttél, ugye? Igen, Alexandriából származás vagyok, igen. Igen, és mivel foglalkozol, Mustafa, mit csinálsz? Hát vállalkozó vagyok, igen. Vállalkozó vagy. És milyen vonalon mozgunk? Hát telefonokkal foglalkozom. Telefonokkal! Wow! Szerviz, ilyesmi. Jó, és hogy hogy Rúzsa Magdi? Hát ez nem egy megszokott dalválasztás, vagy hát igazából kérdés, hogy Mustafától mi lenne a megszokott? Összes magyar zenét hallgattam amúgy. Aha. És valahogy Rúzsa Magdiát hozzá közel. Szeretem Rúzsa Magdolna, Kovács Kacsi, Máté Péter, minden Kacsi? Is. Kacsi? Ja, ő Kovács Kati. Még egyszer, nem? Te jól mondtad, mondjad? Hogy mondtad? Hát Kovács Kacsi. Kovács Kacsi. Kovács Kacsi. Hát akkor gyerekek, jó. Ez egy történelmi pillanat. Na, Mustafa, meghallgatjuk, hogy énekel. Jó, indítjuk a dalocskát. Figyelj. Ebben nem tudok segíteni sajnos, mert nem ismerem a szöveget. Hála Istennek! Ja, akkor jó. Feri kísérjük. Feri gitározik, igen. Nyárban olvad a manna szemeket könnyű lázban. A valahoz ér. Nálam ő nyert. És minden percben nyárban. Ja, már énekel. Csókot pihen az agyban. Lassan ébreztem hátha, és az ajtó útlér. Ajtóban utolér, igen? Miért a szerelmes bajok beléd? Ugyanitt fóliázás. Miért szerelmes bajok beléd? Te kártya független legény. Miért szerelmes bajok beléd? 5000 év átveszem. Szerelmes bajok beléd. Még jobb átéréssel, figyelj! Ha jelkódos, megoldjuk azt is. Szerelmes bajok beléd. Na még egyszer. Törlünk mindent gyorsan. Szerelmes bajok beléd. Mustafa! Köszönjük szépen! Tök aranyos egyébként. De jó volt. Balázsék a Rádió Egyen. Csak mondom, hogy a Györke is küldött nekünk mémet, hogy ő már ott van a buszon, nem vagyunk sehol, és csinált egyet, hogy ül a BKV buszon. Teljesen normális egyébként, igen. Jani, mondtad, hogy van egy programajánlód. Hogy ne volna. El akarod na, mondani. Majd kedden. Bocs, csak éppen szendvicset csomagol hétvégére magának, mert itt megmaradt néhány vegetáriánus szendvics, és ezt egy alufóliába csomagolja a TV paprika mellé éppen, és azért nem hát tudod, megszólalni. Milyen jó lesz az vasárnap? Nem lesz száraz. Na, itt vagyok, van egy nagyon-nagyon jó kis, és egyébként ingyenes program most itt a hétvégén, úgyhogy szerintem nagyon jól fogtok járni, hogyha elmentek. Ez a harmadik levéltári piknik a levéltárnak az udvarán, a Teve utcába. Marha jó kis programok lesznek rajta, a gyerekeknek arcfestés, vissza lehet foglalni Budavárát, lesz báb előadás is, fegyverbemutató, stb. És lesz például olyan program is, ami egyrészt alapfokú családfakutatás, ami szerintem marha jó dolog, meg lehet nézni a levéltárnak a kis kincseit, amiket itt a porcok tartalmaznak, illetve be lehet ülni például egy időgépbe is, meg lehet nézni olyan régi térképeket, amiket megnézheted, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt mi volt azon a településen, vagy annak a településnek a helyén, ahol laktok. Mm-hmm. Tök izgalmas lesz egyébként. Ez jó, én a medencém szélén fog napozni, de jól hangzik. Mindenki egyébként a 7. és 8. még egyszer mondom, a Teve utcás 3. És őt alatt a Budapest főváros levéltárának az udvarán. Nagyon jó kis program, mindenkinek ajánljuk, tök jó kis családos elfoglaltság. Köszönjük szépen, János, ez nagyon jó, hogy te foglalkozol a levéltár programjaival egyébként. Ez fontos. Jó időben ott a levéltár előtt egy kicsit elpiknikelsz, bemész, kutatsz, szuper. Ne, csak az arcfestés érdekel belőle. Hívjuk a naphallgatóját. Igen, kis rajongó vagyok. Hívjuk a naphallgatóját, gyerekek, aztán elengedjük a busz, mert hogy megy tovább egyébként fel a Citadellához. Így van. Hallgatóink annyira elszántak, hogy nem akarnak leszállni, ők mondták, hogy mennek a Citadellához tovább, úgyhogy véget ér a műsor. Igen, csak előtte még a műszaki igazgatónknak. Robi? Igen. Robikám, nagyon jót írtál nekünk. Ugye hát a különböző dalok jöttek egymás után, mindenki kereókizott, te csak annyit írtál, hogy Mustafa után TNT? Ebből baj lesz. Velünk még itt a Mustafa, és hallotta az SMS-edet, nagyon jól szórakozik. Ugye egy egyiptomi srácról van szó. Aki nem mondjátok meg a számomat. Nem mondjuk már meg. Már miattuk késő? 3 éve él Magyarországon, és ő is énekelt egy dalocskát. Gratulálunk, te vagy a naphallgatója, és küldünk egy szép ajándékcsomagot. Jó? Köszi. Merre hallgatsz minket? Jelenleg a 61-esen megyek Nagykönizse felé. Nagykönizse mész a 61-esen. Jól van, jó utat, vigyázz magadra, köszönj, hogy minket hallgatsz.
Köszi, köszi. Hello. Köszönjük szépen. Szia. Gyerekek, jó volt. Jó, nagyon jó, jó volt. Jól éreztük magunkat. Nagyon szép idő nagyon volt. Nagyon jó volt. Van még ugye egy játékunk, amit el kell mondani, hogy ugye zajlik az Orbit játék. Györke Atisnál küldözgessétek majd az Orbit szócskát, illetve a Rádió egy weboldalán és Ákosnál, illetve Tominál van az online felületen az Orbit játékunk. És egy gyönyörű új autó az ajándék, ugye, illetve a napi játékosnak 20 000-es utalvány, 2 tálca Orbit. Na, gyokonádál gyorsan, gyokonádál. Na, gyokó, hát gyokó? Nem lehet kérdéses. Szerintem nem, ha egyet nyer Roger, egy szettet már jók vagyunk, sajnos a Nadal szerintem a nyer. Akkor Gyoko, Nadal, te Nadal. Hát jó? Nem, én Gyoko. Gyoko, 10. A izénél, a mi az, ki játszik ma? Ott meg az, hogy Nadal, én arra Nadal mondtam, hogy nyer egy szettet. Okay. Ebből bármi lehet étfőzni, minden ki lehet magyarázni. Te azt mondtad, hogy nem nyer, én azt mondtam, hogy egy szettet nyer a Roger. És akkor te Nadal. Jó, és akkor nem, a döntőben én Gyoko, ja, én mindig Gyoko. Azerbajdzsán, Magyarország, nem ellen, magyarok ellen drukkolunk, de azért az eredmény megtépetjük, én azt mondom, hogy 1-1. Én a 2-0-át tartom. Magyarok, igen? 2-1 nekünk. Jó, aki jól tippel, az a másik 2-2 lóvét kap, én egy 1-1-et érzem. Nekünk az eriek. 2-0 a magyaroknak. Jó. 2-1 Magyarországnak. Azért már nézzetek rá teniszre, ez egy nagy dolog. Elődöntő, Rafael, gyerekek. Persze. Roger Federer. Ott fogok ülni Roland Garroson, egy órakor. Nekem nincs olyan tévém, ami ezt adja. Hát tudod, mire fogok én ránézni? Nem mondom meg. De tudjuk. A Pornhubra, öcsém, a Pornhubra. Nem mondom meg, mi az, csak azt, hogy bowling. Na jó van, köszönjük szépen minden hallgatónak, aki itt van még a buszon. Nagyon jó fejek vagytok, nagyon szépen köszönjük. Akik már leszálltak, gyerekek, maradt egy csomó volt belépő, ezeket nyilván elraktuk a hozzátartozóinak. Nem, nyilván mindenkinek kiszortuk, tehát itt az is kapott, aki egyébként nem kapott, de aztán kapott, lent is kiszortunk, hogy mindenki boldogan távozik, és tényleg jó volt, gyorsan eltelt. Nagyon, nagyon. Igen. Jól éreztük magunkat. Nagyon jól éreztük magunkat. Hétfőn szünet, úgyhogy kedden folytatjuk. Jó, aki akar, az maradjon. Megy a busz a Citadellához, fönt tudtok még maradni, onnan már nincs visszaút. Nincs a busz. Csak azt tudja, aki onnan már fakultatív módon jön vissza. Mert utána már irány Csepel, mert a műszaki igazgatónkra viszünk az a krumplit. Jó, és aki a kocsim alá festette azt a kis jelet ott, az forgalomtól elzárt terület. De az hogy van? Most rohadjon meg, hogy befestette a kocsim alá a forgalomtól elzárt területet. Egymásról 8 méterre parkolunk. Én benyomtam a parkolási SMS-t, megadtam neked a számot. A tiéden van büntetés, az enyémen nincs. Basz, hogy nem ittam meg a reggeli kávémat, és elütöttem a körzetet. Tehát, mi ez a diszkrimináció? A Stelvio miért nem kapott? Azért, mert az normális. Igen. Gazdája. Na jó van, gyerekek. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok. Köszi, ciao. Szia, Mustafa. Balázsék elhagyták az épületet. De holnap reggel újra jönnek itt a Rádió 1-en.